ez azért, hogyha tényleg így van, ez azért annyira nem meglepő. Egyáltalán nem. Akkor miért csinálja azt ez az állam, hogy maga generálja az összeesküvés elméleteket azzal, hogy betilt egy interjút, én sem akartam elküldeni előzetesen a kérdéseket, de a büntetés végrehajtás ragaszkodott ehhez. Mi lehet most még a célja Portik Tamásnak? Mit akarhat elérni? Ez itt az Átlátszó Podcast adása, és a mai napon először videóval fogunk, fogjuk rögzíteni az adásunkat, ami indokolt is, hogy arccal vállaljuk a véleményünket, mert hát hiszen súlyos figurá, akiről ma mai napon szó lesz. A 90-es évek, meg részben a 2000-es években átnyúlóan legendás alvilági figurája, aki ahogy megyünk előre az időben, egyre inkább tűnik kulcsfigurájának ezeknek az idő, időknek, eznek az időszaknak. Mi mindannyian a 90-es években kezdtünk el közélettel foglalkozni, nekünk ő a mindennapi életünk, az újságoknak, a híradásoknak része volt de nem feltétlenül van ezzel ma már mindenki így Magyarországon. Például ennek az adásnak a technikai munkatársai valószínűleg Portik Tamásról, mint valamiféle történelmi személyiségről értesülhettek csak noha, jelenleg is él és hosszú börtönbüntetését tölti, amit az átlátszó próbált nem régen megédesíteni néhány kérdéssel, amelyet a büntetés végrehajtás annyira nem akceptált. De az első kérdésem az lenne mind a kettőtökhöz, hogy hogyan is mondanátok el a, a, a kort, őt, magát? Hogyan helyeznétek képbe azt, aki velünk ellentétben, nem ebben be. Dezső András, a egyik vendégem, ő a Magyar Alvilágról írt könyvet, és írt könyvet kifejezetten Portik Tamásról, amelyet nem régen jelent meg. És Paplászló Tamás volt az, aki Portik Tamással nem régen interjút próbált az átlátszó nevében készíteni. Nos... Hát akkor nem tudom, kezdem, vagy kezdem. Kezdjed. Szerintem a téma szakértőjeként van, is kezdjed. Tehát Portik Tamás a Magyarországi Szervezetbűnözés egyik ismert alakja, olyan értelemben is, hogy a rendőrség előtt is ismert volt, már akkor, amikor ugye aktív volt, és még nem volt rácsok mögött, és nyilván az alvilágban is pontosan tudták, hogy kicsoda ő, volt híre része annak a generációnak, amelyik a 80-as években még kezdő fiatal bűnöző volt, majd a 90-es évek legelén már a feltörekvő, hát az átlagnál eszesebb, rafkósabb fiatal bűnözőköz sorolható, és és gyakorlatilag annyi a mondjuk a legfontosabb dolog szerintem vele kapcsolatban, a 80-as években ült börtönbe, de a 90-es évektől kezdve azért ki, ki, tudta kerülni azt, hogy rácsok mögé kerüljön. Ebben részben szerepet játszott, hogy 97 és 2003 négy között szökésben volt és végül 2012 nyarán vették őrizetbe, illetve tartóztatták le. Nyilván az olajos bűnözéssel is összefüggésbe hozták, az olajozással, ennek az volt az oka, hogy Portik Tamás az Energo nevű cégnek, illetve hát ez most egy cég, de hát nyilván ez egy, ez egy bűnözői kör vált mögötte, annak a bűnözői körnek volt ő az egyik tagja, ennek a bűnözői körnek Drobivics Gábor, ö, egy brazil néven ismert Ferencsik Attila és Portik Tamás voltak a meghatározó figurái emiatt aztán Porti Tamás nyilván, mint olajos bűnözőt is, vagy, olajos idézőben vállalkozót is hírbe hozták, de hát ez most nem megyek be a részletekbe, hogy valójában az olajozáshoz, kereskedéshez, vagy illegális kereskedéshez neki gyakorlatilag mennyi köze volt. Lényegében ez még valami, hogy nagyon sok 90-es években elkövetett a alvilági leszámolás, az vagy nem, ez nagyon sok, hát néhány világ leszámolással kapcsolatban hírbe hozták, valamiben pedig el is ítélték már jogerősen őt. Hát számomra, amikor a András munkássága nyomán én is kezdtem ebbe belemerülni, számomra az volt a kérdés rögtön az elején, hogy ebből a dologból, amit a portik magáról felépített, vagy amit utána a portikról állítanak, mennyi az, ami igazolható, vagy bizonyítható, mennyi lehet igaz, és mennyi a legenda, és hát erre mondok egy olyat, ami ugye Portik egyik feltételezett, vagy ugye bírósági ítélet szerinti áldozatával kapcsolatban, amit talán jobban is ismerhetünk, ugye a Prisztás József, akit megöltek a feltételezés szerint ugye a Portiknak a felbújtására. A, ezt talán jobban ismerhetik az akkori újságolvasók, de még talán a fiatalabbak is tudhatnak erről valamit, ha rákeresnek. Ugyanis a Prisztás Józsefről megjel megjelent egy fotó, ami a halála után futott be igazi nagy karriert. Az akkori mszp kormány, kormányban, ahogy a belügyminiszter Kunce Gábor és a Prisztás József ott álltak egymás mellett, és akkor ez úgy lett interpretálva, nyilván az ellenzék, az akkori ellenzék részéről, hogy itt valami fajta összefonódás van, valamilyen fajta kapcsolat van a két ember között. Utólag én, én, én is rákérdeztem erre, és utána mentem ennek. Kiderült, hogy ez egy teljesen véletlenül valami, egy jótékonysági eseményen állt egymás mellett a két ember. Tehát nem valószínű, hogy nekik olyan fajta közük volt egymáshoz, hogy valamilyen formában, a kunc, bármilyen formában segítette volna a, a, a Prisztás Józsefet, de nyilvánvalóan a Prisztás az felhasználta ezt a fotót is, vagy azt, hogy ő a belügyminiszter mellett áll a saját legendájának az építésére, és én úgy érzem, hogy a Portik Tamás esetében is rengeteg ilyen dolog van, tehát nekem van, nekem van egy olyan érzésem, hogy az, amit ö, ö, neki tulajdonítanak, annak, annak egy része ö, lehet, hogy csak legenda, vagy nem biztos, hogy teljes körülön bizonyítató. Erre van egy jó ö, 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 történet, ugye, hogy ö, annak idején, amikor megtörténtek ezek a gyilkosságok, akkor a Portik Tamás körében, ugye most a jog, vagy a bíróság mostani tudása szerint ezeket a tetteket a Portik Tamás felbújtására követték el, és ugye van egy olyan fajta narratíva, hogy a portik köre ezen belül, annak érdekében, hogy ő ezt megúszza, az orosz, vagy poszt-szovjet vagy szlávajkú maffiára próbálta terelni a gyanút. Csak az az érdekes ebben a történetben, hogy ugyanazok az emberek, akik részt vettek, úgymond ebben a halvilági fake newsban, vagy dezinformációban, gyakran a bíróságon most ugyanazok állítják tanúként, hogy a portik volt. Na most itt rögtön kérdés, hogy egy ilyen ember, vagy egy ilyen kör, az mikor hazudik, vagy mikor mond igazat. Tehát melyik volt az, igaz, mely volt az igazság a kettő között, tehát kettő közül? Nyilván ez, ez minden ilyen esetben kérdés, de kicsikét visszatérve a Kunce Prisztás fotóra, ami érinti az egész beszélgetésünknek a, a körülményeit, az összefüggését, nem volt az annyira véletlen. És nem azért nem volt annyira véletlen, mert a belügyminiszternek bármiféle érdeke fűződött egy ilyen közös fotóhoz, vagy akár tudta volna, hogy kivesz akkor részt egy ilyen jótékonysági rendezvényen. Andris erről hosszan tud mesélni, hogy az alvilágnak a különböző művészvilágban és karitatív szervezetekben való szerepe a 90-es években vagy akár 2000-es években milyen volt. De ugye ez a 90-es évek nemrég szűnt meg a pártállam utcára, csődítenek egy csomó volt rendőrt, titkos szolgát kiengednek bűnözőket amnestiával a börtönből, rengeteg vendéglátós, az különféle rendőrségi, titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkezik, nyilván megpróbál mindenki ebben a forrongó közegben kapcsolatokat építeni, a eredeti tőkefelhalmozásban minél inkább jobban teljesíteni, Én roppant értékesek ezek a viszonyok. És csomó esetben nem is tudják az érintettek, hogy kivel vesznek részt. Még csak nem az, hogy egy rendezvényen adott esetben, egy cégben is. És ami napjainkig nyúló relevanciája ennek, egy ember biztosan van, aki legalábbis a nagy részét ennek átlátja. És Pintér Sándornak a kitüntetett szerepe az föltehetőleg innen jön, ami a mai napig áll. Ugye az Orbán kormánynak az egyetlen olyan tagjáról beszélünk, aki pontosan annyi ideig volt hivatalban, mint maga a miniszterelnök. Ő végig miniszter volt minden Orbán kormány alatt. Nagyon sokan annak tudják be Pintér Sándor folyamatos nélkülözhetetlenségét, hogy ő az egyedüli az, aki például tudja, hogy kivel lehet egy fotóra kerülni, és mikor kell vigyázni. Ez, 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 mai napig velünk él. De András, hogy a, ezeknek a 90-es évek béli ügyeknek, és akkor aztán majd térjünk át Portik szemére magára, Szerinted mennyire van még relevanciája, mondjuk ilyen egyértelmű személyeken, mint Pintér Sándor túlmenően? Avagy ez egy lezárt sztori most már, sztori történet, amiről lehet beszélni, írni, gyakorlatilag mesévé változik, avagy, avagy, avagy mozgathatnak ezek az emberek még akár a, a celláikból különböző szálakat, ott lehetnek a gazdaságban, politikában, bárhol máshol. Hát igazából azért van szerencsés helyzetben az, aki feltételezésekre akar építeni, vagy összeesküvés elméletekre, mert ahogy a, mondjuk a 80-as, 70-es, 80-as évben az ügynök ügyek, egy sokáig lehetett így mumusként mutogatni, ugye a 90-es éveket is nagyon jó, kiragadva egy-egy figurát, most legyen az egy belügyminiszter, egy rendőr, vezető, bárki. Én szerintem nagyon sok embernek a szerepe ebben a történetben, legyen az bűnöldözi oldalon, vagy politikai oldalon, vagy bűnözői oldalon, belérve egyébként Portek Tamást is, aki körül nagyon sok ilyen mítosz keringet túl van misztifikálva, és igen, az idő múlása az ugye azzal is jár, hogy a befolyás már csak azért is csökken, mert egyszerűen sok ember megöregszik, és kiesik a akár a szürke gazdaságból, akár a fekete a gazdaságból, a világból, illetve hát magából a politikából is. Tehát a 90-es évek komoly gazdasági szereplői, akik akkor voltak úgymond hát ahogy te is fogalmaztál, olyan helyzetben, hogy próbálták akár a régi kapcsolataikat, akár az akkor keletkezett kapcsolatokat felhasználni a saját céljaikra, ezek az emberek megöregedtek, a túlnyomó többségük. Ha megnézzük a politikában is, ugye azok vannak most már egyébként úgymond kiöregedő félben, akik akkor a fiatal generációt alkották. Nem, nincs ez másképp a, ebben a szürke gazdaságban is. Hozzáteszem, hogy Prisztás József szóba került, ugye ő róla, mint kicsit bűnöző beszélünk, de hogyha hivatalosan akarjuk menni, hogy ki volt ő, ő klasszik a szürke gazdaságban mozgó ilyen uzsorás figura volt, tehát nem voltak e, e, olyan, e, nem volt olyan szerepe, mint mondjuk egy-két ilyen igen, kőkemény bűnözőnek. És csak azért mondom, hogy nagyon sok ilyen szürke gazdaságban mozgó ember volt, aki én szerintem már már nincs benne úgy, akkor nevezzük így vérkeringésbe, gazdasági, politikai vérkeringésbe. És nagyon-nagyon sok minden megváltozott. Ugye a viszonyok is megváltoztak. Hát olyan generációváltás következett be, ami, ami, ami miatt én úgy gondolom, hogy a 90-es éveknek ilyen szempontból már nem nagyon van relevanciája. Az pedig, hogy valaki még elő tud jönni ezzel, azzal, amazzal, hát én azt gondolom, hogy itt már nagyon sok idő eltelt és elő kellett volna jönni ezzel, azzal, azzal, vagy fel kellett volna már használni. Biztos van ilyen, nem tudom. De, de én nem gondolom, hogy itt, itt azok az emberek, akiknek érdekükben állt egy bizonyos ponton mondjuk elsütni az ütőkártyáikat, azok még tartogatnak valamit. Persze érhetnek bármikor meglepetések minket. Én tényleg azt gondolom, hogy már ilyen szempontból szerintem nem nagyon el, el van relevancia a 90-es éveknek. Említetted, András, ezt a karitatív dolgot. Itt ezt rögtön egy kicsit össze lehet kapcsolni a Pintér Sándorral, a jelenlegi belügyminiszterrel, ugyanis a 90-es években működött a Polis Alapítvány, és annak kapcsán merült fel egy ilyen botrány, hát nyilván a rendőri korrupcióval kapcsolatban, hogy ennek olyan ember ennek az alapítványnak, ami a rendőrség munkáját támogató alapítvány volt, olyan emberek is adakoztak, akiknek finoman szólva nem lehetett volna, és megjelent akkor erről egyébként egy cikk, ami így kezdődött, hogy ha ön bűnöző, akkor jól teszi, ha befizet a polisz alapítványba, és így folytatódott a cikk, hogy 25 millió forintért Pintér Sándor a nevére veszi önt. 50 millió forintért önveheti nevére Pintér Sándort. Na most a, fiatalok, nem tudom, a fiatal, fiatalabbak nem tudom mennyire tudják, hogy kiírta ezt a cikket. A Csermegy Péter, a MediaWorks jelenlegi tartalomfejlesztési vezérigazgató helyettese, és akkor azt hiszem a demokrata, Bencsik András által szerkesztett demokrata című lapnak az egyik szerkesztője. Tehát ugye ezt pont a András írta meg, a másik András, a Dezső András a könyvében. Volt egy ilyen jelenet, hogy egy titkosszolgálati vezető bement a Pintér Sándor irodájába, hogy tájékoztassa őt a rendőri korrupcióról, az aktuális jelentésekről, hogy milyen gyanúk vannak rendőrök ellen. A Pintér Sándor inkább nem jött ki az irodájából, gyakorlatilag szó szerint ilyen kiéheztetéses vagy kifárasztásos történet volt, csak hogy ne kelljen fogadnia ezt az illetőt. Én felvetek, van egy olyan mondjuk azt, hogy mondjuk úgy, hogy hipotézisem vagy prekoncepcióm, hogy Adott esetben az is lehetett az oka annak, hogy ezek az ügyek ilyen későn lettek megoldva, vagy találtak rájuk egy ilyenfajta jogi, büntetőjogi megoldást. Az, hogy a, én nem vagyok jogász, de hát azt én is tudom, hogy a gyilkosság az egy viszonylag nehezen romló büntetőjogi termék. Elé, elévülő. Nehezen elévülő büntetőjogi konstrukció, tehát gyilkosságért még évtizedek múlva is el lehet adott esetben ítélni embereket. Ezzel szemben a hivatali visszaélés a rendőri korrupció, vagy mindenféle ilyen történetek, azok ennél jóval gyorsabban elévülnek. Tehát az, hogy mondjuk a 2000-es évek elején oldódtak volna meg így vagy úgy alappal, vagy alap, kevésbé alaposan, de megoldódni ezek az ügyek, hogy megneveznek gyanúsítottat, akkor ott sokkal nagyobb esély lett volna, hogy azok a korrupt rendőri vezetők, politikusok, rendőrtábornokok, bárkik is, akik azzal zárnám ezt a gondolatot. Az is lehet egyébként, hogy a Portik körüli idézőjelbe balhé, aminek része ez az interjúletítás, nem biztos, hogy arról szól a 90-es évek gyilkosságairól. Nem biztos, hogy arról, hogy abban Portik bűnöse vagy nem, hanem azt tudjuk, hogy Portik pont a 2000-es évek elejétől, tehát úgymond a vértelen időszaká, időszakban, amikor már nem kevésbé voltak ilyen leszámolások, kezdte el azt, hogy gyakorlatilag minden beszélgetését, szinte minden beszélgetését rögzítette. Ez ilyen több száz vagy több ezer órányi ilyen magánarchívuma lett neki ilyen különböző adathordozókon, Na most egyetlen példa, tehát lehet, hogy az az ember, akivel a Portik beszélgetett, amikor ő egy úgymond üzletember volt, filmeknek a technical advisor-e, meg különböző ilyen már nem igazán feltétlenül az alvilághoz kötődő vállalkozás, média vállalkozásnak a tulajdonosa, lehet, hogy akkor az az ember egy teljesen alacsony vagy középszintű beosztásban lévő ember, akkor neki nem is lett volna kellemetlen, hogy ő a Portikkal beszél egy másik kontextusban azt tekint, vagy esetleg abból az emberből, aki akkor a portikkal beszélt, mi lett, rettenetesen kellemetlen lenne neki most adott esetben, nem a gyilkosságuk miatt, nem, volt, nem ahhoz volt köze, hanem ahhoz, hogy a portikkal ők esetleg más ügyekben tárgyaltak, fogalmazunk így. Az ö, nyilvánvalóan nem kérdés, mert hát hiszen emberi társadalomról van szó, és egy ország elítjében nagyon sok ember helyezkedik el, és közé mindenképpen befurakodhatnak, be is furakodnak olyanok bármelyik országban, akik tisztában vannak azzal, hogy bűnözőkkel tárgyalnak, és adott esetben bűnözők veszik meg őket. Szóval ilyenek vannak tudott és, és egyértelmű dolgok, de igazából ahhoz, hogy az egészet feltárjuk, nekem legalábbis sokkal érdekesebbek a spontán folyamatok. És én érteni vélem, a legjobb, ha a legjobb szándékot feltételezzük Pintér Sándorról, hogy miért nem jön ki egy ilyen szituációban a szobájáról, a szenzáció média az már a 90-es években is maximális hőfokon dübörgött, és nagyon könnyű összekapcsolni, összeesküvés elméletbe ágyazni emberi kapcsolatok, mindenféle szöveg Levényét. Annyit mondjunk el Pintér Sándorról és az egész helyzetről, Dezső András munkásságát pár mondatba összefoglalva, hogy ő azért kulcsfigurája és tudora ennek az időszaknak, mert az első szervezet bűnözéssel kapcsolatos nyomozás, az úgynevezett presztízs ügy, az úgy jött létre a rendőrségen, hogy először foglalkoztak tudatosan adatelemzéssel, kapcsolati hálók felderítésével, és tárták azt fel, hogy hogyan működnek a 70-es évek végétől 80-as elején betörő bandák Budapesten és milyen külföldi megrendelésre. Ebben vett részt akkor ifjú tehetségként Pintér Sándor, nem, ez nem, így, így nem, nem volt így Egy picit én úgy érzem, bocsánat, és ez, ez ide kapcsolódik a de. kérdéshez, de vagy fejezben nyugodtan, akkor utána... Ne, ne, mondja az. az. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon érdekes, hogy a, akár a rendszerváltás után, akár előtte, tehát a 80-as, 70-es évek, 80-as években nagyon sok rendőr volt, aki dolgozott a presztis ügyön, ügyön amiről beszélünk. Hát, például ugye 83 összesen. Én beszéltem olyanokkal, akik még éltek, amikor a könyvet írtam, és dolgoztak rajta. Pintén egy vizsgáló volt de hogy más nevet mondjak, ezzel a körrel ő egyébként a technek a most társadalmi kapcsolatokért felelős ö, ö, vezetője, ö, amolyan szóhívője, a is a 80-as években foglalkozott ezzel a körrel nyomozóként. De nem erre akarok kiukadni, nem nagyon érdekes az, ez, ez hogy kicsit megmosolyogtat engem, hogy, hogy és nem Pintér Sándor védelmében mondom, inkább csak úgy általában, hogy nagyon érdekes, hogy hogy beszélünk úgy a bűnözésről, rendőrségről, politikáról, hogy gyakorlatilag a fókusz egyenbe, egy emberre van, hogy Pintér Sándor, aki mindent tud, aki mennyire ott volt, mert már a 70-es években is jelen volt, vagy 80-as években, miközben ugye nagyon sok belügyminiszter volt azért a, a elmúlt évtizedekben, a 90 után is, nagyon sok rendőrfőkapitány, nagyon sok rendőri vezető, és egy picit azt érzem, hogy túl van misztifikálva olyan szempontból is Pintér Sándor, mintha ő tényleg mindent tudna, akár mikor belügyminiszter volt, akár úgy, hogy Tehát valóban az átlagnál messze ö, jobb tudása volt arról, hogy például kik az űröse figurák, kik, kik azok, akik a szervezetbűnözésben mozoghatnak. De azért azt nem felejtsük el, ha ez úgy lenne, hogy minden tudna, akkor ugye nagyon egyszerű lenne, mert megválasztanák akár rendőrvezetőnek, és akkor lennének a kézigranátos robbantások, és rámutatna, hogy figyeltek hát ott abba a lakásba kell bemenni, ekkor meg ekkor, mert ott vannak, a, akik egyébként dobálják azokat a kézigránátokat, ami miatt egyébként az lesz a kép az emberekből, hogy itt nincsen rend. Tehát nem Pintér Sándor, ahogy rengeteg rendőri vezető nem tudott nagyon sok mindent, Tonhauser László sem tudott nagyon sok mindent. Maga kuncegából is elhitte egyébként, hogy Tonhauser László annyira be van épülve, annyira jó kapcsolatokkal rendelkezik az alvilágban, nem be van épülve, de annyira megvannak ezek a, a kapcsolatok, hogy neki egy telefon. Mert nyilván Tomhauser is igyekezett úgy válítani magát, hogy hát ő, ő, ő milyen jól mozog. Nyilván jobban mozgott, mint egy átlagember, nyilván, akár még egy rendőrhöz képest, egy átlagrendőhöz képest is. Itt kicsit úgy képzeljük el ezeket a dolgokat, mint hogyha itt ilyen szuper tudású emberek, akik napra készek olyan eseményekben. Tehát csak ezzel... Ez az azért szóval az kis... árnyalám, csak igen, hogy igen, én... Én, nem, én nem így képzelem el, és nagyon érdekes. És majd a portikra mm -hmm. akkor térjünk vissza szinte egy igen. életútra, hogy miként alakítja egy embernek a helyzetét önmagában, a, a, a politika, a, a, a társadalom és egyéb ilyen kacskaringós utak, tehát magán, személyen is hogy változtat, de hát ha már belügyminisztereket említettél, ugye első rendszerváltás utáni kormány belügyminisztere egyébként egy nagyon jó humorú vidéki közlekedési ügyekben tevékeny jogász. Szabó győz. Nem, nem, Horváth Balázs. Ja, ő volt az első ja, belügyminiszter. a rendőr főkapitányra aszociáltam. Először. Utána jön egy sokhájól megkent, de hát mégiscsak vendéglátó iparban utazó Boros Péter. Azután jön Kunce Gábor, akinek soha semmi köze nem volt a, a, területhez korábban. És csak ezt követően ezen tapasztalatok birtokában emeli be egyébként rengeteg kockázatot vállalva az első Orbán kormány Pintér Sándor a miniszteri székbe, akit egyébként Kunce Gábor menesztett, mint országos rendőr főkapitány. Én itt csak azt akarom mondani, hogy, hogy az, hogy ő minden tudású, az nem azért van, mert ő objektíven emelkedik ki, hanem az a fajta ilyen, felszínes, naív szemlélet, ami bedob jóra való figurákat az idősodrába, kiderül az, hogy ők azt se tudják, hogy hol vannak ehhez képest. Valaki kiemelődik azonból a körből, akiknek legalább rálátásuk van, és őt bízzák meg azzal, hogy rendőrfőkapitány legyen aztán, használó ő egyre többet fog tudni. Tehát, hogy az Tehát évek... között félszemlélt igen, igen. igen, egyébként mondtam, mondtad, András, hogy volt egy ilyen félmondatot, hogy miért nem jön elő Pintér Sándor. Nem véletlenül mondtam itt a első, tehát a rendszerváltás utáni első főkapitánynak a nevét, mert ugye hát a Pintér volt az egyetlen, aki főkapitány is volt, meg belügyminiszter is volt. Van egy ilyen érdekes történet a Pintérről, amikor ő szó szerint előjött, ez nagyon ritka, ugye a Pintér Sándor az nem nagyon szokott így mondjuk gyűléseken beszélet mondani, tehát nem az a típus, aki... Én a... már tudósítottam olyanról, ahol a Pintér Sándor gyűlést tartott Zuglóban 2014-ben egy rezsivédelmi fórumon, papcsák polgármesterrel közösen igazította el a népet. Én tudósítottam róla a hvg t De, de ahol, volt. tehát a igazán élt szerintem, amikor volt a, ez a korkedvezményes nyugdíj megvonása a rendvédelmi dolgozóknál, és akkor elég puskaporos volt a hangulat, ott azon a tüntetésen egy pár petárda is felrobbant, és kiment közéjük, és mondta, hogy hát ne haragudjatok, de rendőri tüntetésen eddig soha nem kellett rendőri biztosítást bevetni, talán most sem kéne. Tehát a Pintér egyébként szerintem egy olyan fajta személyiség, akinek ez nagyon fontos, tehát hogy ezen a testületen belül róla, hogy vélekednek ő ebben a testületben szocializálódott, és ami miatt ő érdekes, és ami talán válasza a Dezső Andrásnak is a felvetésére, hogy miért emelünk ki egyetlen embert, talán azért, mert a Pintér Sándor az nagyon másképp működik, működött, mint belügyminiszter, és nagyon másképp működött ilyen értelemben, már mint főkapitány is, tehát ő például rendszeresen kiment a büntények helyszínére, sokkal objekt, sokkal operatívebben beleszólt belügyminiszterként is a különböző nyomozásokba, és ezzel egyébként a pont a Lakatos Csaba merénylet ügyében ott bajba is keverte idézőjelben Lakatos magát. Csaba egy fogadhajtó, fogadhajtó volt. Fogadhajtó volt a Krisztáshoz közel álló ember, akire rálőttek, ő nem halt meg, ő szerencsére túlélte a merényletet, és ott megjelent a helyszínen a Pintér Sándor, és hát az mai napig vitatott, hogy ő ott pontosan mit csinált, de erről jelentek meg cikkei, és utána állítólag nekem van olyan forrásom, több forrásom is mondta azt, hogy többen mondták neki, hogy ezt nem kéne csinálnia. Tehát, hogy ez szereptévesztés, ez olyan, mint amikor egy kórházigazgató vagy egy egészségügyi miniszter megjelenik a műtőben, az feszélyezi a beosztottakat, és egyszerűen rögtön kialakul egy ilyen erőtér, hogy az elvárások irányába igazodik a testület. Tehát ilyen értelemben a Pintérnek szóltak is, hogy ezt, ezt, nem kéne csinálnia, de ő például ilyen értelemben is rendőr maradt. Tehát mondjuk azt talán el lehet mondani, hogy a Pintér Sándor alatt azért a klasszikus civil kontroll, amit így nevezünk, az azt megkockáztathatom, hogy kevésbé érvényesül, jobban ráhat, mondjuk. De Pintér Sándor előtt meg felrobbantották a civil kontrollt. Én, én, azt gondolom, tehát oké, okay, akkor beszéljünk, tehát hogy most nem, tehát, kicsit azt érzem meg én, hogy oké, okay, igen, kiment a helyszínekre, hogy egyébként nagyon sok rendőri vezető, nem csak Pintér, mások is mentek, ez visszakövethető, hogy például a kizigrántos támadások, nem egy rongálásnak minősül egyébként, de akkor is ugye, mivel akkora volt a hatása, ezért volt, hogy nem Pintér, hanem más rendőri vezetők ott pillanatokat megjelentek. Hát ez, ez, egy, ezek, tehát az, vagy Móri, Mészárlás említsem, de hát akár később is egyébként Hajdú János és a Tekes is, amikor a terészkörülti robbantót fogták el, ott volt az elfogáskor, de nem is erről gondoltam, hogy... Szóval az az érdekes, hogy oké, okay, lehet beszélni a belügyminiszterek, vagy belügyminiszter, vagy rendőrfőkapitány szerepéről, felelősségről, az abszolút egy tök fontos dolog, de hát itt vannak olyan dolgok, amik alapvetően meghatározták azt, hogy ezek a folyamatok megtörténhettek, és amelyek valóban a politikai döntéshozók felelőssége. Most mondok egy példát, a 90-es években ugye tanúvédelmi program mint olyan nem volt. Lehet, hogy Kunce Gábor belügyminiszterként nem tartotta annyira fontosnak, hogy bizonyos jogintézményeket átverjen időben, vagy lehet, hogy még annyira korai volt és annyira meglepetésszerű a szervezetbőzésnek a kialakulása, hogy hogy nem is tudta volna a törvényhozás ilyen gyorsan ezt lekövetni, csak hogy ennyire lehetne mindenki. Tehát én, ha most nagyon akarnám, mindenkire tudnék mutogatni, hogy ki miért felelős, mint, mint politikus vagy, 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 rendőri vezető. Hozzáteszem a poliszi alapítványt, említetted, ugye rendőri belépőt kaptak azok, akik nem tudom, bizonyos támogatást adtak a rendőri belépőt ilyen De rendőrségekre. Abszolút rendőrség vitatott dolog, nem csak nem ne felejtsük el, hogy ha most ezt nagyon akarnám, és erről akarnék írni, akkor azért megemlíteném, hogy ki volt a poliszi alapítvány vezetője, milyen kapcsolatban állt mondjuk Tocsik Mártával, vagy, vagy forró Tamással. Tehát de ez, nem akarok ezzel semmit sem mondani, de sugalhatnék. De tehát le, nekem azt nem, az egy tetszik, fontos dolog, amit, amit... Az nem tetszik, hogy, bocsánat, hogy, hogy, így, hogy, így, kiemelünk, tehát én bármikor a portikról, vagy bárkiről tudnék úgy mutatni, hogy ő lehetne egy fideszes bűnöző, lehetne egy MSZP-s bűnöző, ha ez lenne a szándékom. Tehát de hát itt vannak olyan dolgok, amikor arra beszélünk, hogy miért nem tudta a rendőrség. Hát nézzük meg a rendőrség, rendőrségi fizetéseket. Miért volt esetleg a rendőrség korrupciója nagy? Miért volt az, hogy, hogy a, a, bűnöző jobbnak látta nem együttműködni a rendőrökkel? Mert pontosan tudta, hogy fel fogják robbantani. A cikkekben, amit a könyvről írtál, említett például M. Tamást, aki egy vidéki veszprémi fiatal srác, felhozta. A Igen, támadások A kézigránátos támadások. bevonták, lehetetőt. felhozta az az ember, aki a rohácsot egyébként Magyarországra behozta, felhozta Veszprémből, egy ilyen semmi pénze nem volt a srácnak, berakták annak a brazilnak a lakásába, aki az nru köthető, ahol egyébként a postik is, is megellt, igen, és onnan szépen elmentek, és megmondták, hogy itt van ez a hajzéje, menj oda, dobd a Mercedes alá, meg voltak ilyen tám, ott a pizzéria, dobd oda. Em Tamás, ö, aztán elkapták a rendőrök, ö, és vallomást tett. És elmondott mindent. Hát nem volt egy profi bűnöző, egy veszprémik is egyszerű gyerek. Elmondott mindent tökéletesen, hogy kik voltak a lakásban, nyilván nem ismerte a portikot, de személyleírást tudott adni róla. Ő majd 2000-ben ezt a vallomást visszavonta. És a, pont a cikketben írta, és itt is pintérre akadták, és van nekem egy kicsit ilyen pintér az egész, hogy de miért vonta vissza M. Tamás a vallomását, hozzáteszem életveszélyesen megfenyegették, ez a kör, 2000-ben, hiszen akkor már Pintér Sándor volt a belügyminiszter, hiszen hát Pintérnek csak lett volna annyira fontos. Hát egyrészt szerintem Pintér lehet, hogy nem is tudta, hogy ki az az Tamás, és milyen vallomást tett, de 2000-ben másfél évvel vagyunk Boros Tamás felrobbantása mögött. Köztudomású volt Boros felrobbantása akkor, hogy azért ölték meg, mert beszélt, mert együttműködött a rendőrökkel. Nem volt tanúvédelmi program, semmilyen védelmet nem kapott volna az a csávó, csak mondom, 2001. novemberétől lett az a jogszabály, ami lehetővé tette a tanúvédelmet. Tehát, hogy úgy ítélkezünk a 90-es évek felett, úgy mondunk véleményt bizonyos embereknek a magatartásáról, mozgásáról, viselkedéséről, hogy a kontextust nem is bontjuk ki, hogy oké, okay, de akkor hát az ez más ez közeg ezért volt. Ezért vagyunk itt, András, és a más közeget tudjuk-e ért... De egyébként, tehát, annyi, tehát annyiban reagálnék hogy egyébként az is, hogy mondjam, bizonyos értelemben megtévesztő volt, vagy nem tudom, a rend, az akkori korabeli rendőrség részéről volt egy érdekes dolog, hogy legalábbis a sajtóban akkor a Boros Tamást azt úgy emlegették, hogy sztártanú, védettanú, a rendőrségnek a tanúja, akkor a Ennyiben a, talán felvethető, nem a Pintér, bárkinek a felelőssége, aki ott volt, hogy olyan látszatot keltett, akár a boros Tamásban, akár a közvéleményben, hogy őt meg fogják védeni, vagy ő valamilyen Pinter fajta nem volt. Védelmet kap. Uh, csak uh, ezek szerint például a boros Tamás sem kapta meg. Hát bocsánat, azt a védelmet. Pintér nem is volt, még csak belügyminiszter sem. De vör, rendőrség... Nem, Bárki a rendőri az jó, csak azt közül, mondom, akik akkor. Hát persze, mert van egy olyan történet, hogy közben rivalizálás volt a rendőri vezetők között, a rendőrség között, közben a bűnözők is egymással és mivel nem volt normális a letisztázva például egyébként, ez sem hogy hogy lehet ügynököt tartani. Így mindenki a saját tégláját hozta előtérbe, nagy volt a rendőrségi korrupció, csak azt mondom, hogy bocsánat, de ezt akár egy ember, tehát vegyük végig, lehet külön könyvet írni, vagy lehetne a rendőrség a, a politika felelősségéről, csak csak nekem az a furcsa, hogy így a, akár a kommentelők, akár így a közbeszédben ki van említve egy ember, aki egyébként, teszem azt, akinek a belügyminisztérsége alatt egyébként a tanúvédelmi programot... Tehát de azért, 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 András, mert ő például jelen pillanatban pozícióban van, és, mérhetet, és mérhetetlenül szűkült le a figyelem az éppen aktuális nyavajákra, az emberek arra kíváncsiak, hogy a, az ő életük majd valami politikai változás hogy lendít, és biztos azért van, mert aki most ott van, az valami nagyon-nagyon gonosz, és ha azt elteltem, ugyanez volt már a Gyurcsányi irában. De, de ugyanezt egészszel... lehetne mondani, egyébként tudok választ arra, hogy miért, alakul ki a, miért alakulnak ki az összeesküvés elméletek, vagy miért alakul ki egy pintérmánia, mm. vagy pintérfóbia. Hát a Pintér Sándor jelen pillanatban a hatalomban lévő, vagy a hatalmat gyakorló belügyminiszter, ha, tehát neki a legfőbb érdeke lenne, és egyébként a végrehajtó hatalomnak általában, hogyha ilyen összeesküvés elméletek vannak, azokat cáfolja, és arról próbálja meggyőzni a közvéleményt, hogy nincs semmilyen, tehát a Portik Tamás nyugodtan beszélhet, elmondhatja azokat a dolgait, amik szerintünk hülyeségek, úgysem megy vele semmire, hiszen egyértelműen be van bizonyítva, hogy Portik Tamás bűnös, az állam ezt jogszerűen, szakszerűen bizonyította. Tehát akkor, kérdezem én, hogy ha, ha, mondjuk az állam nyilván abból indul ki, hogy ez korrekt volt ez az egész, és Portik Tamás azt tényleg elkövette, amivel vádolják, akkor miért csinálja azt ez az állam, hogy maga generálja az összeesküvés elméleteket azzal, hogy betilt egy interjút, az összes ember azt kérdezi tőlem hogy mit mondott Portik Tamás. Az összes ember azt kérdezi tőlem, aki felhív, hogy biztos, hogy valami olyasmit mondott, amivel a jelenleg hatalmon lévőket leplezi le. Biztos, hogy majd a Portiknak valami baja is lesz a börtönben, mert hogy nem engedik, hogy beszéljen. Ezt a helyzetet, amiben ilyen összeesküvés elméletek alakulnak ki, ezt a Pintér, egyébként a Pintér Sándor által felügyelt, a belügyminiszter által felügyelt büntetés végrehajtás hozta létre azzal, hogy teremtette egy olyan helyzetet, amiben sokkal többet beszélnek egy be tiltott interjúról, mint az elkészített interjúról beszéltek volna, és akkor Jó, ha befojtassam. E, e. Papp Paplászó Tamás most itt arra utal, hogy az az interjú, amit Portik Tamással uh, Skype-on keresztül uh, próbálta uh, börtönben uh, felvenni, azt egyszer csak megszakította a büntetés, végrehajtás. Uh, még mielőtt újra eljutnánk idáig, menjünk vissza egy kicsikét, amit uh, András említett. Nevezetesen az, hogy egy egyetlen egy emberre fókuszálunk, miközben nagyon sok ember érintett, és ahogy telik az idő, azért lehet beszélni, mert ezek az emberek kezdenek megöregedni. Azért mondok példákat. 2012-ben a Duna Arénát még közösen adta át a miniszterelnökkel Gyárfás Tamás. Akivel időközben újra kezdtek egy nyomozást méghozzá gyilkossági ügyből Kifolyólag Portik Tamáshoz egyébként ennek az ügynek köze van. Gyárfás Tamás. A 80-as években a magyar sajtóban már játszott szerepet. Sportriporter volt korábban és az egyik legügyesebb médiavállalkozó a rendszerváltás korai időszakában, aki nagyon hamar felismerte azt, hogy például bizonyos területeken mit lehet csinálni. Vagy, ha már fiatalokról beszélünk, akik nem biztos, hogy tudják hova tenni a 90-es évek zavaros világát, a körükben újra kedvelt a 60-as években már sztárként elkönyvelt Korda György, aki nem áltathatja magát azzal, hogy legendás kártya a partiai kik vettek részt a korda villába. Lehetett tudni, hogy például Tasnádi Péter, aki addigra már többszörösen elítélt, vagy legalábbis őrizetbe vett, előzetesbe helyezett elkövető volt, ezeknek az alkalmaknak állandó jellegű részvevője. Ha már a polisz alapítványt említetted, volt ugye egy Zsaru magazin névre hallgató újság is. Egymillió millió tanú, megjelent a Zsaru. Igen, még a szolgent is ismerem. Amelynek, amelynek főszerkesztője és a magyar sajtó egy emblematikus figurája, a mai napig nagyon harcos politikai vélemények artikulálója. Magyarázkodásra kényszerült, hogy miért van méreg drága órája a szervezet bűnözés jeles alakjától. Szóval, hogy ilyeneket tudunk sorban mondani, és egyetlen politikai dolgot azért hadd kapcsoljak hozzá, mint az, hogy bárkiről ki lehet mutatni, hogy ő MSZP és Fideszes, és a többi, hogy miért van egyébként a magyarországi jobboldal lépés előnyben, vagy előnyösebb helyzetben. Ugye a mostani Fideszesek 90 környékén 20 évesek voltak. Az MDF-esek, azok egy diaszpórákban éltek, jöttek a régi keresztény középosztály maradékából mindenféle Táglakásokban és levéltárakban eh, molyolták végig a szocializmust, eh, nem teljesen a, a második gazdaságban eh, fejtették ki a tevékenységet. Boros Pétert leszámítva, aki aki csapusként valószínűleg, eh, eh, ne jó, nem csaposként, hanem a délpesti vendéglátóiparit vállalat vezetőjeként eh, eh, látott ezt azt. Ellentétben mind a magyar szocialista párt, hát értelemszerűen utód pártról van szó, tehát mind az államigazgatásból, mind a, a, vállalatvezetésekből számtalan figurája származott, mind pedig a művészeti élettel szimbiózisban lévő szabaddemokraták szövetsége befutott emberek vagy éppen befutó embereknek a, a garmadáját alkotta, hozzájuk volt könnyű kapcsolatot találni, sőt, hát természetes módon kapcsolatban is álltak olyan emberekkel, akik mondjuk 87-ben még nem voltak bűnözők, 92-ben pedig már a lehetőségeknek a megrészegedése miatt már azok lettek. No, azt szeretném mondani, hogy menjünk vissza portikig, és ez a kérdés az, hogy hogy megint csak azt hogy mennyire lezárt sztori vagy, vagy mennyiben lehet ez a napjainkban is valamilyen karrier történet. Akikről itt beszéltünk, Gyárfás Tamástól, Pintér Sándori, Korda Györgytől, politikusokig, sok so, ezek ugye a mali, magyar elitnek így ugye a tagjai. Portik Tamás egy ö, intézetben nevelkedő csibész, aki a 80-as években... Ö, telefonfülkék feltöréséből keresi a kenyerét. De az, itt többször szóba hozott Prisztás józsef fetis is, fiatal kölyökként egy hamis kártyás karolja fel. Itt, Tessék? Kit karolja fel? Prisztás, nem? Ja, igen, igen, annak ideje. Hát úgy karolja fel, hogy tanítgatja ilyen Igen valami, Igen, égen. igen, igen, szinte egy utcáról igen. kerül. Ehhez képest kerülnek, politikusokkal, bankárokkal, médiaszemélyiségekkel, egy, szint. szintre, és most is együtt emlegetjük őket, ha Portik Tamás megszólal vagy nem szólal meg, az még mindig bír akkor a jelentőséggel, mint hogyha egy, nem az, hogy egy államtitkár, a teljes államtitkári kar tartana sajtótájékoztatót. Hogy képzelhető el ez a, ez a karrier? Lehet-e még most ilyen, vagy ez teljes egészében csak a korral magyarázható, hogy futhat be valaki ilyet? A 90-es években nagyon sok olyan ö, sikeres üzletember volt, vagy hát voltak ilyenek, akik, akiknek bűnözői múltjuk volt, csak esetleg nem is tudott erről a, a közeg, amiben mozogtak. Gondolok itt olyan emberekre, akik a például az Egyesült Államokban éltek a rendszerváltás előtt, mert diszidáltak valamikor. Ö, volt olyan, aki börtönben is ült ö, később. Kihagytak a szaknősorból. Igen, így van, így van. E, és, Nyilván akkor tulajdonképpen egy, ugye egy, most én nem akarok 90 es éveket elemezni nyilván, de de egészen más, nagyon sok minden más volt, és ugye újra, újraosztottak bizonyos lapokat. Én azt látom egyébként, hogy az a kör ugye egyrészt kiöregedett, tehát ez, akikről most beszélünk, vagy meghalt, nagyon, nagyon sokan meghaltak közülük, de ugye elindult egy verseny, hogy ki tud megtapadni ebben a kapitalizmusban. Gyárfás Tamás és Portik Tamás karrieri ebből a szempontból hasonló, mert ugye mind a kettő arról szól, Gyárfás is, hogy ő megtapadjon, mint, mint, média vállalkozó, vagy, vagy média guru, vagy nem tudom, hogy, hogy tehát média birodalom tulajdonos. Fenyő János is ezért küzdött, aki ugye szintén egy Amerikából hazatérő figura, és Fotos. Portik Tamás... Effektíve a, ő fotós. Ő, hát azt mondom, hogy fotó, igen, fotós volt, de hogy, de hogy Portik Tamás a saját kis közegében ezért küzdött. Ami kiemelte Portikot egyébként a többi közül, mert tényleg hogy egy 20 éves srác volt, és nem olyan tapasztalt bűnöző, mint mondjuk Drobinics Gábor, aki az Ergolnál volt a főnök, hogy, hogy Portik Tamásnak azért volt egy olyan ambíciója, hogy ebbe a felső körbe beletartozon. beletartozzon. Tehát, hogy ő, ő például ő volt az, aki a gyárfásvillában lakott. Drobilicssel együtt bérelték ki, de is nem nagyon tartózkodott. Itt, ő ha egy pillanatra szót, egyébként a, a porték talán abban is ö, ö, kirít, vagy kiemelkedett a, a kor ö, mondjuk alvilágából, vagy bűnözői közül, hogy hát azt hiszem, hogy ezt a, ö, András írta meg, hogy ő például, amikor a börtönből kijöve, az idegen szavak és kifejezések szótárát olvasgatta, tehát hogy ő próbált nyelvezetében vagy ízlésében is ugye a művészinas nevű éttermet, ami ugye hozzá kötődik, vagy az ő érdekes jót, azt is próbálta ízléssel berendezni, tehát hogy próbált ugyanakkor ettől a alvilági dolgtól valamilyen ilyen mértékben elszakadni, legalább minimum a külsőségekbe, és ugye jó, hogy mondtad a Fenyő Jánosnak a nevét, mert ugye például maga a Fenyő János nyomozása, tehát a Fenyő János meggyilkolásának a nyomozása során úgy vetődött fel ugye a Gyárfás Tamásnak a neve, hogy hát egyrészt ugye a fenyővelők nagyon komoly üzleti vitában voltak, és akkor a rendőrök feltették a kérdést, hogy ha a Gyárfás Tamás meg akarna valakit öletni, akkor ki van-e az ismeretségi körében olyan ember, aki ezt a esetben meg tudja tenni? És itt jön az, hogy legenda, hazugság, igazság, mi az igaz? Ugye ezért érdekes ez az egész Portix a fenyőgyilkossághoz kapcsolódó, ami a fenyő pedig már ugye nem egy ilyen idézőjelben szabvány alvilági figura volt, hanem ő már az elithez tartozott ilyen értelemben hogy tehát először a gyanú vagy a vád szerint a gyárfás a tasnádit kereste meg azzal, hogy hát akkor a fenyővel, a fenyőt meg kellene ölni. Tehát ugye volt egy ilyen gyanú, vagy volt egy ilyen vád, és a tasnádi ezt el is mondta, hogy ő felvette ezért a pénzt, nem ő ölte meg, mint ma már ez bizonyított, hogy a Tasnádinak a fenyőgyilkossághoz nem volt köze, ő egyszerűen csak lehúzta a gyárfást, és utána azt mondta a nyilatkozott erről a Tasnád, hogy fel is hívta a gyilkosság után, hogy na hát akkor megcsináltuk, küld a előleg utána a következő részletet vagy összeget, és nekem azért támadt bizonyos értelemben két azért, vagy gondoltam bele abba, ha a Tasnádival lehetett így, akkor nem Történhetett volna meg ez a portikkal is, mert én beszéltem olyan forrásokkal, akik azt mondták, hogy egyébként a portik esetében az a kapcsolat, ami a fenyőgyilkossághoz viszi őt, az közvetettebb. Tehát, hogy a furcsa mód a cselekményt meg nem tevő és abban ilyen értelemben ártatlan Tasnádi Péter ellen erőteljesebb vagy közvetlenebb volt ilyen értelemben a kapcsolat, mint meg a bizonyíték, mint a portikhoz. De most én nem akarok ebben ítéletet alkotni, vagy igazságot tenni, csak ez, ez önmagában visszavisz oda, hogy itt mi a legenda, mi a, mi a valóság, mi az igazság. Tehát... Rohács DNS-ét megtalálták a sapkában. Tasnári Péter nem ismerte Rohácsot. Az alvilágnak a nehéz fiúi sem ismerték. Tehát a Rohács az egy, és a köre, ez egy nagyon Kevesek által ismert figura volt. Érdemes megkérdezni a forrás otthon, hogy ő miből gondolja, hogy Tasnádi, tehát hogy kapcsolódik, vagy miért van közelebb az ügy Az Itt a végrehajtásra gondolok, nem a megbízásá. Tasnádi, hogyha a rohás diányosét találta. Nem, a Tasnádi meg. az nem volt, nem azt mondom, hogy ő, nem, nem ő volt. Ja, nem, nem, rá, a a másik hogy, csak hogy én, 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 no. én ugye a könyvemben is azt a folyamatban lévő eljárásukat ö, ö, azt nem is említettem, vagy nem. Ö, tehát én nem. Nem fogok, és nem is várható el tőlem, hogy ilyen, ilyen olyan dolgokat, hogy mondjak ítéletet, amit a bíróságnak kell majd kimondania. De a kérdésedre válaszolva, tehát hogy ma elképzelhető-e az, hogy így egy utcagyerek felemelkedik, én azt gondolom, hogy minden elképzelhető ma. Tehát el tudom képzelni, hogy valaki mondjuk két évvel ezelőtt még még akár az utcán élt, most pedig egy milliárdos széknek a, a vezetője. Tehát én, én, nem, én nem gondolom, hogy nem, de alapvetően az a fajta, azok a lehetősége, amik a 90-es években tényleg nagyon sok embernek meg voltak adva, úgymond a körülmények miatt, de itt akár gondolhatok a legális gazdaságra, azok szerintem most már nincsenek, tehát most már azért le vannak sokkal jobban osztva alapok, bebetonozódtak bizonyos pozíciók. Viszont akik a 90-es években ezekért a pozíciókért küzdöttek, akár az alvilágban, akár a, a legális gazdaságban, ők pontosan tudták, hogy előbb-utóbb ezek a pozíciók megmerevednek, és ö, aki odaül, azt már sokkal nehezebb lesz kitúrni onnan, hiszen ahogy az idő telik, és feltételezve vagy marad a kapitalizmus, vagy valami olyasmi, akkor, vagy akár az államkapitalizmus, akkor még nehezebb lesz onnan kitúrni a pozícióban maradó embereket. De az, bocsánat, az, hogy a, a, egy nagyon érdekes ez is, hogy a gyárfás fotózkodott, vagy együtt mutatkozott Orbánnal, amiközben volt egy eljárás. Én azt gondolom, hogy életellenes ügyekben, amikor olyan bizonyítékok merülnek fel, amelyek. Tehát van, van az a pont, amikor, amikor nem lehet védeni akár a saját emberünket, akár egy olyan embert, aki egyébként nem a mi kutyánk kölke, és, és a fenyőügy megoldása sem egyébként az állami szerveknek a. a nagyszerűségén múlott mondjuk így, vagy akár rendőrségen, hanem olyan ö, részben véletleneknek, vagy, vagy, olyan, olyan eseményeknek, amelyek ö, miatt szereplők magukat leplezték le, de hát ugye bizniszt akartak csinálni a hangfelvételekből, ami Gyárfás Tamás és Portik Tamás között létrejött. Azok az emberek, akik Portik Tamáshoz álltak közel, ők akartak ebből hasznot húzni. Ez vezetett aztán ahhoz, hogy ezeket a felvételeket végül megtalálta a rendőrség, és volt egy olyan bizonyíték gyárfás amit úgy ítélt meg a rendőrség, majd az ügyészség, hogy na hát ez ez elegendő ahhoz, hogy vádat emeljenek. Aztán majd a bíróság eldönti, hogy amúgy ez mennyire elegendő. Tehát csak azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy nagyon tehát itt, itt van egy olyan része is ezeknek a történeteknek, hogy biztos az állam vagy valamiféle háttérhatalom amit mozgat szállakat, bizonyos embereknek fogja a kezét, másokat elenged. Ö, nyilván ö, vannak olyan ö, politikusok, akikre rámutogatunk, hogy na, ö, mi történt a, az ő keze alatt, a másokra meg nem. Miközben mondjuk Vizovicki Lászlónak a tündöklése tulajdonképpen egy olyan időszakra esik, amikor egyébként azok a figurák, akikre először mutatunk, hogy milyen milyen sokat tettek mondjuk így az alvilágért, vagy keresztapaként nevezzük meg őket a legális piacon, azok a figurák akkor éppen nem voltak döntéshozói pozícióban. Szóval, szóval hogy én csak azt mondom, hogy, hogy lehetne egy külön történetet, külön könyvet írni arról, hogy a, az állam, vagy az állam szereplői, hogy viszonyultak ezekhez a folyamatokhoz, a legális gazdaság hogyan az illegális gazdasághoz, csak ez egy szerintem egy teljesen más történet. Nem csak a Tosnádi Péter szóba került rajta, egyébként ez jól modellezhető. Ő történetesen azon kevesek közé tartozik ebből a körből, akit személyesen ismerek. Volt szerencsém például zsinagógában előadást tartani, ahol Tosnádi Péter is jelen volt és kérdésekkel bombázott. Tosnádi Péternek a rokona a 70-es, 80-as évek sztárnyomozója Láposi Lőrinc, aki egyébként kiméletlen és jó rendőr volt. Nyugdíjazták, és valószínűleg anyagilag nem került túl jó helyzetbe, miközben a pénzbehajtásoknak elkezdett az iparága felvirágozni. És ezt a jó nevű rendőrt vonta be egy, hát még csak fél, fél illegálisnak sem nevezhető tevékenységbe Tasnádi Péter a 90-es években úgyis, mint Rockont. És Tasnádi Péter, csak hogy lássuk azt, hogy ez hogy működik, kifejezetten ügyelt arra, hogy ő minél több híres emberrel, sztárral legyen fellefényképezve, mert ugye, mint a titkosszolgálati munkatársak, így beütnek dolgokat, ezek a mafiózok is beütik magukat. A, a, az elitbe, és innentől persze már könnyű hozzá e, hozzákeríteni. E, emlékezetes az a felvétel, hogy Tasnádi Péter áll a villájának az erkén, és Mága Zoltán húzza neki a talpalávalót. E, Mága Zoltánnak akkor még a politikához túl sok köze nincsen, most sincsen nagyon, de nyilvánvalóan őt használják, mert teljesen másokból, de a hatalmi párt felfedezte magának a bulvárt, a félbulvárt, ezeket a tevékenységet teljesen másként. Ha ezt a láncot ilyen valamilyen módon végrehajzolnánk, akkor valami tudatos vonal jönne ki, pedig valószínűleg arról van szó, hogy spontán módon alakulnak így a dolgok. Na de ami portikra visszatérve, és az idegen szavak szótárra és Tasnádi Péterre, vele kapcsolatban tudom, hogy ezeknek az embereknek a többsége azt hiszem, hogy nagyon szorgalmas volt, és tényleg ő reflektált volt a saját hiányosságaira. Én a hetedik kerületben nőttem fel, ott lettem heti potentát egy darabig, ott ugye ez az ilyen csencselős, piacozós, műszaki bizományos, és ráadásul ugye akkor nagyon-nagyon sok Roma élt a kerületben ilyen velük seftelő, hogyha hallottak tényleg egy idegen szót, vagy egy olyan irodalmi hivatkozást, amit, amit nem tudtak hova tenni, akkor hogy te figyelsz, hogy is volt, emlékszem például, egy ilyen, nem tudom, meghalott a danaidákat, de hogy is volt ezekkel? Tényleg itt megölték a, 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 a férjeiket, és akkor akkor milyen büntetést kaptak? És nem tudom, mert portik ügyében nem vagyok otthon, de amit ti mondtok, abból az jön le, hogy a saját hiányosságait felmérő ember, aki próbál tanulni, és próbál valahogy így kulturálisan igazodni egy olyan új környezethez, amit valahogy elképzel magának. Hát kis de próbál, nem? Abszolút. Nyilván egy okos ember, aki nem csak ehhez a körhöz igyekszik felnőni, de a szervezetbűnözéshez is igyekszik felnőni. Itt konkrétan arról beszélek, hogy Látja azt maga körül a 80-as évek végén, 90-es évek elején, hogy sokan drogoznak, isznak, és tudja, hogy ezek, főleg a drogo, aki drogozik, és úgy követel kisebb bajokat, azok ugye sokszor problémásabbak, hibát követnek el. Tehát ő nagyon tudatosan, nem egy idő után már nem is nagyon drogozott, de nem, nem, nem alkoholt, sem iszik, Sport, vagy ilyen kondizniár, odafigyel az alakjára, hogy mit teszik, stb. Tehát tiszta fejű marad, és ezt hirdeti is, úgymond, azok felé, akik felé meg akar felelni. Konkrétan Robilics Gáborra gondolok, tehát a mentorára, hogy nézni én itt vagyok, és nem vagyok olyan, mint a többi utcagyerek. Tehát ő erre nagyon figyelt, és nyilván elindul egy másik pályán is, amikor ugye később, sok, jóval később, amikor a, már a legális gazdaságban próbál kavarni, feeling mindig azért a háttérből, ugye itt a generál médiáról beszélek, egy internetes cég, már ez jóval, ugye ez már 2000-es évekről beszélünk, hogy, hogy nyilván szeretne oda tartozni, nyilván tanul dolgokat, de, de azért az a csibészség az, az egyrészt benne marad, most ez nagyon idézőjeles csibészség, tehát az, azok a... Hát néhány hullá, hullá hullával igen, szegélyezett csibészség. Igen, igen, tehát az a, az a csibéség, és, és, hogy, hogy a szélhámosságnak, tehát ők alapvetően a, a, az egy gyerekkori barátjával, aki később egyébként egyességet kötött az ügyészséggel 2020-ban, a Fürgebece gyerekkori barátjával, azért ők mégiscsak szélhámosok voltak. Ö, vagy legalábbis követtek el olyan dolgokat, ami a szélhámosság hozzáadó közel. csalások. Hát csalási biztosítási csal, különböző lehúzások, és ott nagyon fontos a szélhámosnál a tanulás. Tehát a, 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 akkor vagy jó szélhámos, ha nagyon jól, nagyon empatikus képességed van. Portéknak egyébként ez, ez nagyon jól ment, tehát nagyon jól rá tudott hangolódni emberekre, nagyon hmm. jól lehet tudta magát adni. És a, a tanulás az Emiatt is volt, tehát hogyha én valakire rá akarok hangulódni, mert ő mondjuk nem tudom, ismeri a festészetet, akkor azért valamennyire képben kellene. Mondok egy példát a Fürge nevű embere, amikor az egyik éjszakai lokálnak a tulajdonosát akarták megkörnyékezni, hogy később aztán ott helyet kapjanak, akkor... Ő tudták róla, vagy hogy, hogy tudta róla a fürge, hogy szereti a lovakat. És akkor elkezdett a lovak, lo, lovak után érdeklődni, hogy hogy működik ez. Hát nyilván, tehát ez, 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 ez részben azért, hogy képezze magát, mondom, részben pedig az előrébb jutás ra van erre szükség. Ugyanakkor ez a tudás azért felületes tudás, és nagyon sok helyen kibukik, és nem feltétlen az, amit tankönyvszerűen meg tudsz Én mondok egy példát, és ez egyébként a gyárfás kapcsolódik, amikor azt gondolod egy újságíróról, vagy egy, egy produkció, egy médiaprodukciónak a tulajdonosáról, a gyárfásról, hogy ő, mivel a médiában van benne, ezért biztos, hogy a gyurcsánynak, amit mond, azt, hogy a gyurcsány az esetleg megcsinálja, vagy összetudja őt kapcsolni a gyurcsánya, vagy tehát amikor többet lát bele egy újságíróba, egy média személyiségbe, nagyon jellemző, nagyon sokszor találkoztam, hogy a világi figurák, akik amúgy nem dolgoztak mondjuk sose a médiában, de még a politikában sem is, nem ismerik a professzionális politikát, feltételezik, hogy ja, hát ez biztos úgy működik, ahogy egyébként az alvilágban működik, hogy ismered azt, akkor szóljál már neki létsz, és csináljál azt, amit mondasz, mert ugye le vagy kötelezve neki. Szóval, hogy, hogy, azért máshogy működik a, a, legális világban, máshogy működnek ezek a kapcsolatok, és ilyenkor nagyon gyakran félre értelmezik a szerepeket, és amikor például, Max, jó példa a klubtihanynál, ami történt, a, 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 volt ott ilyen médiakonferencia internetes, internet hangeri vagy mi, és akkor ott elintézték, hogy hogy ne, ott legyen. Hát akkor már inkább én. a mafia. <laughs> <De, gül> és, és, és hogy ott is ugyanezek a reflexek működnek, hogy hogy oké, okay, én majd a médiában megvetem a lábam, hát a módszereim az okének, okay de hát, tehát hogy, hogy, hogy a tanulás az annak itt jelentkeznek a korlátai, amikor félreismer bizonyos területeket, és a saját erőszakos ö, módján ö, próbál előre jutni. Ezt nem csak portikra, igazából nagyon sok ö, esetnél ezt, ezt ö, látom. Plusz, amikor mondjuk a világi figurákkal beszélgetek, nagyon sokszor félreértelmezik a a, az újságíró szerepét, lehetőségét, többet látnak bele bizonyos emberek, vagy sok azért mondjuk mondjuk téged, hogyha tudnák azt, hogy, 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 nem tudom, milyen politikusokat ismersz, mondjuk személyesen, akkor azt gondolnák, hogy hát jóba leszek majd a, a az Andrással, és akkor majd, majd, majd rajta keresztül majd eljutok XY-hoz. És nem it. tudják, hogy valójában ezek hogy működnek ezek a dolgok. Csak ezt akartam mondani, hogy ebben én azt látom, hogy nagyon sokszor nem tanulnak, nem fogják fel. Ez az, amit nem tudsz megtanulni ugye az iskolába vagy könyvekben. Itt csatlakoznék rá a portiknak a személyiségére, tehát ugye én, én is próbáltam megismerni őt, főleg, hogy ennek a interjúnak a letiltása révén annyiféle kérdést kaptam, annyian megkerestek, hogy ki is ez a portik és milyen, hogy én is beszélgettem emberekkel, és ugye egyrészt volt az, hogy mondjuk egy gyorsan döntő, hirtelen haragú, az erőszakot alkalmazó, adott esetben alkalmazó ember, de volt egy olyan dolog, ami egy ilyen ezzel ellentétes benyomást keltett bennem, ezt pont az András mondta el valamelyik ilyen a könyvéről folytatott beszélgetésben, hogy az ő, ő élettársát, a gyerekeinek az anyját, a Riskó Almát, Valahol a környéken, ahol lakott, ilyen srácok zaklatták, vagy kikeztek vele, vagy valami. Oda ment a Portik, kiszállt az autóból, oda ment a srácokhoz, hogy Sziasztok, Portik, Tamás vagyok, talán már hallottatok rólam. Mondták, hogy igen. Hallottam, hogy itt valakik zaklatják a barátnőmet, nem tudjátok, hogy esetleg kik ők. Ha ki tudnátok ezt nekem, kitudnátok ezt nekem deríteni, akkor nagyon hálás lennék. Tehát, hogy gyakorlatilag úgy fenyegette meg őket, hogy igazából nem fenyegette meg. És arra gondoltam, hogy bennem akkor támadt kételj, hogy talán nem feltétlenül minden, igaz a portikról, amit vádként el nem mondok, ettől még a vádak egy része ugyanúgy lehet igaz, hogyha valaki ennyire tudatosan vagy megfontoltat dönt egy ilyen kvázi tét nélküli dologban, hogy meg is veredhetném azokat a srácokat, de mégsem, hanem ilyen módon csinálom, tehát bennem ilyen, ez, egy, ez, csak egy, egy ilyen szkepszis, vagy két ami amit támad benne. A másik dolog, ami nagyon érdekes... Várj, várj, itt álljunk meg egy másodperc, aztán folytathatod, mennyire manipulatív ő. Nagyon rendkívül. Egyébként ez az eset, ez azelőtt történt még a, a Muskovics, tehát az első olyan emberülés előtt, amiről nem tudjuk, hogy ki követte, vagy ki volt a felbújtó, maradjunk annyiban, de még akkor úgy mondom, hogy azelőtt következett be, hogy bekövetkeztek volna a véres események, tehát ez a zalmás ez dolog, de az nagyon fontos, hogy azért is volt nehéz a dolga a hatóságoknak bizonyítani, vagy továbbra is nehéz. Vannak egyébként olyan ügyek, ahol nem is nyomoznak, ö, ö, hogy portik áll, hat, vagy áll, állt mögötte, mert valóban nem így csinálta. Tehát nem, nem ő ment oda, mondjuk, is lőtt fejbe valakit. Volt olyan eset, vagy van olyan eset, ebben egyébként hivatalosan nem is lehet gyanúsított, amikor rálőttek valakire, akit egyébként nagyon jól ismert, egy volt boxoló, és egy, az éjszakában egyébként nagyon jó hírű boxoló kis ilyen meghalt, csoda, hogy nem halt meg, majd utána mosolyogva mondta, hogy hát igen, nem mosolyogva, de hát ugye, hogy, hogy remél jó van, meg minden rendben van, és hát, hát biztos a csúnya albánok, vagy, vagy, vagy. tehát hogy, hogy miközben pontosan tudta a másik fél, és később aztán el is állt ezzel, hogy hát igazából neki volt érdekében, neki állt érdekében őt őre rálövetni, és elérni azt, hogy kivonuljon az éjszakából. De ugye ez a válasz arra is, hogy igen, sok ilyen ember volt, aki pontosan tudta, hogy ő volt az, de egyrészt hülye lett volna beszélni a rendőrökkel, vagy maximum jegyzőkönyvön kívül, itt konkrétan ebben az esetben jegyzőkönyvön kívül elmondta az egyik egyébként egy ismert nyomozónak, hogy hát egyébként a portik volt. Tehát az jellemző volt rá, hogy, hogy nagyon jó konspirál, és a konspirációba, a tervezésbe ez is beleszámított. Tehát, hogy, hogy nyilván nem ő fog oda menni, hát a roháccsal sem a portig találkozgatott, hanem a Fülge például, hogy csak egy példát mondjak, a, a futár ő volt, tehát volt egy közvetítő és nagyon sok esetben így oldotta meg. Ez nyilván megnehezíti, és az általában a szervezetbűnözésre jellemző, ez megnehezíti a hatóságok dolgát. Hát azért itt van a fenyőügy. Gyárfás Tamás, én nem tudom, hogy sikerül rábizonyítani, hogy egyáltalán fel, a felbújtói szerepet, vagy Portik a fogalmam sincs. De rohadt nehéz, ugye, mert nem az volt, hogy van egy hangfelvétel, hogy na, öld meg akkor XY-t. Hát, hát erre céloztam, ne... hogy közve, Közvetve, ezek kö, a hát közvetettek, de azért, bocsánat, azért ez nem jelenti azt, hogy ne lennének bizonyítékok, vallomások, rengeteg olyan adat, ami arra mutat. Tehát ez, ez nem úgy van, mint hogy valaki kalapáccsal nagyon veri a feleségét. Tehát itt rohadt nehéz a rendőrség dolga, és itt most nem a rendőrséget védem, félre ne értsetek, itt arra, vagy, vagy, vagy próbálom itt, itt nem tudom, hájpolni. Itt arról beszélek, hogy ez egy teljes a más kávéház, mint az egyszerű gyilkosságok. És amikor szervezetbűnözésről beszélek, okos emberekről beszélek, mert a szervezetbűnözésben nyilván hülyék, azok nagyon hamar kihullanak, akkor igen, ez a fajta tudatosság, hogy ne kerüljön bajba, ne lehessen bizonyítani, a másik pofájába röhöghessen adott esetben, hogy na hát, mi történt veled, jaj, valaki megvert, vagy valaki rád lőtt. Tehát, hogy ezt megtehesse, azért ez, Ennyi, ennyi, fajta elővigyázatosság kell. Ö, ö, jó példa talán az, hogy a, például az energó ezt kevesen tudják, vagy hát kevesen, a könyvben megírtam, de nem. Az energól ugye gazdasági olajügyek miatt volt az első magyar FBI, idézőjebb a KBI, Központi Bűnözési Gatgatóság látókörében, Pontosan tudták, hogy ezek gázos figurák, pontosan tudták, hogy olajoznak, és közük lehet erőszakos bűncselekményehez, ergo egyébként a kézigránatos támadásokhoz. 97 98 körül a rendőrök tudták, hát a Boros is ugye beszélt, mint informátor a kb nek És ö, az volt a vesztük, hogy Drobilics Gábor és mások az energóból, minusz Portik, tehát Portik nem volt ott, elmentek befenyíteni egy Pécs melletti vállalkozót, aki hát visszaélt az Energol nevével, és nagyon csúnyán helyben hagyták, elrabolták, stb. és ebből lett egy, bűncse, egy, egy, büntető eljárás. Tehát ez volt a, a, gazdasági ügy miatt, ez volt a másik ügy, amiatt ami aztán el is ítélték őket. Tehát elkövettek egy hibát, hogy oda mentek, valakit megvertek, és az a valaki, az később azt mondta, hogy igen, tett vallomást, hát neki már mindegy volt, hát szaráverték. Tehát, hogy Ö, hogy ott, ott ezen csúszott el, úgymond a, a, a történet, ö, és, ö, és ezért csak, csak, egy valami még itt fontos, hogy egyrészt, ö, és ez most, most nem akarok elmenni a kiberbűnözésbe, de ennyi, ennyi ilyen értelemben van hasonlóság, hogy hibát akkor is elkövetsz, hogyha nagyon ö, ö, konspirázták. nyomokat azért hagysz. És itt is azért maradtak nyomok. Nem beszélve arról, hogy eltelik csomó idő, sok-sok idő, és ez kormányzattól független, mert ez nem igaz egyébként, ez is egy ilyen mítosz, hogy, hogy 2010 után oldottak meg hirtelen, tehát itt azért 2000-ben történtek nyomozási cselekmények, 2008-ban kapták el rohácsot, stb. Tehát, tehát, ez nem, ez meg úgy van beállítva, mintha hogyha pintér jött volna, és hirtelen megoldódnak az ügyek, ez hazugság, tehát ez egyszerűen nem igaz. De hogy változ, ugye múlnak az évek, és ahogy múlnak az évek, változnak a viszonyok, Nyilván létrejönnek olyan ö, dolgok, vádalkú is, vagy az egyesség tulajdonképpen, ami, vagy tanúvédelmi program, ami miatt már lehetővé teszik, hogy, hogy, vagy lehetővé válik, hogy, hogy olyan emberek, akik korábban esetleg féltek, beszélnek, illetve hát meggyengülnek azok a figurák, akik, akik korábban erősnek ö, voltak beállítva, vagy erősek is voltak. Tehát, hogy ö, csak erre akarok utalni, hogy ez azért sokkal komplexebb, nem olyan, mint a filmekben, hogy na, akkor így volt, úgy volt, tehát, tehát nagyon nehéz ezt elemezni. És a másik mítosz egyébként, amit lehet, hogy a, az én könyvem ajánlója is egy picikét erősít, de félreérthető, valóban nagyon sok bűncselekménnyel összefüggésbe hozzák portikot de korán sem minden. Tehát ez nem igaz. Tehát portikot. De valószínűleg a, egy idő után elkezdenek rá hivatkozni más bűncselekmény elkövetők. Nem is erről van szó, hanem a ha konkrétan megnézzük, hogy az állam, amelyik szerinte koncepciós politikai eljárás folytat ellene, Prisztás ügyben van egy ítélet, Aranykéz utcában van egy ítélet, ami kimondja egyébként, hogy nem akart robbantást, csak boros halált. Cinóber ügyben felmentették, Ö, lakatos ö, ö, ügyben, ahol egyébként az elkövető maga mondja el, hogy portik volt a megbízó, a lakatos elleni merénylet, illetve a gyűre ügyben, ahol szinte az egyik elkövető ö, részletes vallomást tett, Tehát, ezekben ítélték el eddig, valamikben még csak első fokon. Ott van a Fenyő ügy, amiről nem tudjuk, mi lesz a nem Na most, hogyha itt egy tényleg egy olyan erőteljes ilyen, ilyen koncepció lenne, hogy portikot mindenképpen börtönbe kell zárni, és ott kell, hogy rohadjon meg, akkor még nagyon sok ügy lenne, amit elővehetett volna a rendőrség. Nyilván volt olyan ügy, amiben a rendőrök is úgy ítélték meg, hogy ez még kevés, volt már bizonyíték, volt olyan ügy, gondolom, amit amiben szinte nem is volt ö, ö, elegendő bizonyíték, és, ö, és nagyon sok alvilággyilkosság van, ami, ami nem is hozzáköthető, tehát amit a rendőrök sem gondolnak itt. Tehát ne állítsuk be úgy, mint a nagy mártírt, aki ez minden gyilkosságot kötnek. Én azért tartom őt ilyen szempontból érdekes figurának, mert valóban a nagy portkavard gyilkosságok, tehát fenyőügy, ehhez kötik, a prisztás, tehát az az a fajta sorozat, ami ugye az alvilágban tendenciózusan aztán ö, jelen volt, de hát legalább ilyen fajsúlyos figura az is, akit a Dunaszerdai vérengzéssel gyanúsítanak, ugye a turek és társai. Csak, csak ezt akarom itt hogy itt nem az van, hogy az állam az fogja, és akkor bezárja egy nagy kalitkába. A másik, hogy igen, nem adhat interjút ezek szerint. Én próbálkoztam, nem is akart nekem interjút adni. Igaz, én nem küldtem el a kérdéseket, hanem elmondtam, hogy az életéről, illetve hát a nyilván a Ezekről a dolgokról Ogyan, nekem, nekem, tehát a kérdéseket én azért küldtem el, én sem akartam elküldeni előzetesen a kérdéseket, de a büntetés végrehajtás ragaszkodott ehhez, kifejezetten kérték, hogy küldjem el a kérdéseket, tehát hogy, és utána ugye egyébként ezekre a kérdésekre hivatkozva tiltották meg az a megszakított interjúnak a folytatását, de egyébként, hogy, tehát, hogy tényleg mennyire árnyalt lehet ez a történet, vagy én el, simán el tudom képzelni, hogy a Portik Tamás bizonyos esetekben bűnös. Tehát nem erről van szó, itt nem arról vitatkozunk, hogy én azt állítom, hogy a Portik Tamás ártatlan, az András meg azt mondja, hogy bűnös. De például nagyon jó, példa, tehát nagyon jó példa erre az, amit az András felhozott. Az Aranykéz utca, ahol azért kapott csak 13 évet Sportik, mert ő csak és kizárólag a Boros Tamásnak a likvidására adott, ez egyik tanúvallomás szerint, utasítást, és a megbízott vagy a felbújtott ember az túl terjeszkedett ezen. Ő nem lőtt, tehát nem egy embert akar csak megölni, hanem robbantott és felrobbantott egy egész utcát, és akkor feltehető a kérdés, hogy lehet, hogy több, egy ilyen fajta merényletnek több célja is lehet, tehát hogy a portik Tamás akar valamit, esetleg utal is rá, hogy akkor szeretné, ha az az ember meghalna. És itt azért érdemes szót ejteni arról, amiről kevesebb szó esik, hogy Márj, van az, egy egy picit. Aranykéz utcai robbantás 1998. Ez megrázza az országot, ott meghal egy ártatlan pár, két, család. Két ember meghal, innen. nem pár, de két, két úgymond civil plusz, egy ügyvéd plusz, poros Mennyiben forduló pont ez? ugye akkor lép életbe egy új kormány, jön ugye Pintér Sándor, de hogy lehet, ez csupán a véletlenek egybeesése ilyen hát módon. akkor még, pont akkor volt egyébként az átadás, átvétel azon a napon is, tehát nem volt még Pintér hivatalban. Forduló pont, de, de itt nem mosunk össze különböző tényeket, mint, tehát hogy hogy igen, akkor jön a Fidesz, egy, az is egy ilyen mítosz, hogy aztán rendet tett Pintér Sándor pillanatok alatt, 99-ben ülik meg Seres Zoltánt, megölik 99-ben Gyüre Józsefet, tehát azért itt, hallom meg A történelem az ne... ilyen, ja, hogy igen, egy ilyen, fordulópontokhoz forduló kötjük ő, meg, persze, hogy tehát, nagy... tehát, azért nem, ez az egyik, ami engem, engem marhára zavar, itt azt hiszik, hogy van egy ember jön, és akkor e, így elterül, ő majd rend, ő az alvilág ura, ő rendet tesz, tehát, tehát ez az, ami nagyon el tudja vinni a dolgokat. Tehát igen, van egy folyamat, annyiban forduló pont, hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy ez baromi rossz, tehát ennek nagyon rossz a, nem csak a sajtója, minden, tehát a belvárosban robbantanak, egy országban, ami egyébként a NATO csatlakozás, ugye már már nagyon ott vagyunk, vagy nem 99-es a NATO és csatlakozás. Itt, itt merült fel egyébként a szlovák titkosszolgálati szál, hogy igen, mivel pont ekkor ez ezek az országok, hm. ö, csatlakoztak a NATO-hoz, Európai Unióhoz. A szlovákok még nem, a szlovákok, szlovákok 2004-ben. Pont azért, pont azért ugye az Ivan Lexa vezette, akkor vezette akkori szlovák titkosszolgált esetén van egy ilyen feltételezés, hogy ezeknek a robbantásoknak, és nem tudom, ezt nem akarom állítani, hogy mondjuk, csak az is egy jó kérdés például, most hogy arra a felbújtott, az a, a, miért terjeszkedett túl a portik által adott megbízáson? Miért de, volt de az szükség a csak nem, nem, csak Ezt senki nem fogja kibogozni, el, arról van szó, tudom, hogy ez én összefoglalnám. Azt mondod, hogy Miután itt nem csupán rivalizáló bimbandák és rivalizáló rendelői vezetők és rivalizáló politikusokról van szó, hanem rivalizáló államokról is. Szlovákia pedig ekkor éppen egy ilyen lator állam a régióban a meccsijár. Hát Nagyjából mint most e, Szegédország e, körülbelül olyan kategória. Ve, ve, e, a, akkor bukik meg egyébként, nem sokkal utána a jár Szlovákiában, de ugye ami Magyarország számára és még néhány európai, kelet-európai ország számára adott, hogy felveszik őket a nato 90 hét őszi a NATO népszavazás, ez meg ugye a csatlakozás tárgyalások idején, és igen, 99 a NATO csatlakozás maga, ez ugye Szlovákiának fel sincsen dobva, nincsenek ott az uniós tárgyalások, ahol mondjuk Magyarországgal vannak, hogy destabilizáljon egy másik államot, ez lehet egy, egy államnak a, a cél. Sőt, egész biztos, hogy történnek ö, ö, olyan lépések, amelyek egy rivális államot rossz színben akarnak feltüntetni, hogy konkrétan ebben az ügyben van-e ilyen feltétele... tovább, Ez abszolút feltételezés. Tehát én nem azért tudjuk. nem foglalkozom ezekkel, Tamás, mert, mert, ezek feltételezések. Nyilván ezeket is próbáltam lejárni, csak egy dolgot mondok, a titko, az akkori titkosszolgálat, tehát a, a 90-es években az összes robbantás, ami történt nagyjából, ah, ez Szervezetbűnözés foglalkozom vele a rendőrség. Na most ennyire vettük komolyan a, 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 akkor az elhárításnak ez a része. Tehát nem foglalkoztak, ugye szervezetbűnözés az a rendőrség dolga volt. Ö, nagyon sok olyan, ö, robba, ugye nagyon sok robbantás is történt, tehát mondjuk a szlovákoknak szerintem elég volt hátradölni, kérni egy kávét, és látták, hogy ezek úgy megoldják magukba. Ugyanakkor az egy tény, vagy, vagy tény, tehát arra vannak adatok, hogy Rohácsnak nagyon jó, jó politikai, rendőrségi, titkosszolgálati kapcsolatai voltak, és az is, hogy ugyanúgy, ahogy egyébként Magyarországon a szervezetbűnözésnek rendőrségi kapcsolatai voltak, kikerültek vallomások, hát Boros vallomása szinte azonnal kikerült, és akkor hogy ezt elmondta. Kérdőt, hogy ugyanúgy ez, nem lehet, hiában, Egyébként, hogyha van egy én. alvilági leszámolás, és ezzel párhuzamosan zajlik egy, mondjuk ez az Omega fedő nevű titkosszolgálati művelet, és akkor azt mondják, hogy legyen nagyobb zavar, akkor az illető, az alvilági csoport csak azt akarja, hogy lőjenek le valakit, de akkor robbantsunk is, és akkor az már politikai. Minden lehet, művelkedik. minden tehát, lehet. Én tehát nem ez, ez, ez Erről volt is azt hiszem Szlovákiában egy elég komoly belső vizsgálat erről az Omega Igen, Igen, Mi, persze rül. minden lehet, csak ez feltételezés. Én rohásot egyébként kérdeztem arról, azért azt mondta, hogy nincs is nem is volt titkosszolgálati kapcsolata, ennyit ér sokszor az, hogy ha megkérdezed az érintettet, hogy na, és ön ártatlan, persze ártatlan vagyok. Tehát, hogy, hogy én azt mondom csak, hogy igen, igen, az első könyvemben írok az omegáról ennek kapcsán pont. Én csak azt mondom, hogy Maradjunk annál, hogy meghalt Boros József Tamás, rohács imádott robbantani egyébként, mániák, tehát nagyon szerette ezeket a dolgokat, ezekről szeretett így magyarázni is, hogy nagyon sokat lamentált, lelője, felrobbantsa az embereket. Tehát, hogy, hogy ez lehetett önszorgalom is, lehetett az is egyébként, hogy egyébként kapott egy megbízást. Lehetett? Persze, lehetett. Bármi lehetett. Meg az is, hogy az oroszoktól kapta meg a kínaiaktól, most nyilván ironizálok, de hogy de sok minden lehetett. Én csak azt mondom, hogy ezekkel azért kell óvatosan bánni, mert így végig mehetünk nagyon sok mindenen, hogy, hogy vajon lehetett az, tehát egy ilyen könyvet is írni, hogy, hogy lehetette, nem tudom én, Orbán Viktor, a, a akárki maga az ördög. Tehát, igen, valida dolog, valóban a, szlovákoknak szerintem érdekükben állt, de ezt azért elég jól megtették a magyar bűnözők, tehát ha végignézzük 94 és 98 között, végig egyre durvább dolgok történtek, és valóban egy ilyen katartikus dolog volt ez. De ugyanakkor, és itt, itt jutok arra, ha elfogadod, hogy a bíróság ezt állapította meg Portik Tamás esetében, hogy nem akart robbantani, hanem csak Boros a József halálát, ő, akkor az azt mondod, hogy tök rendben van minden. Én pont ezt mondom, hogy a bírósági ítéletek feltétlenül a valóságot tükrözik. Gondolok itt akár a prisztás gyilkosságról, Rohács elismerte, hogy ő volt, aki lőtt. De Rohács már nem mondta azt, hogy Portik volt a megbízó, eh, hanem egy olyan emberre mutatott, aki az egyik kvázi beosztottja volt, és már rég halott. Eh, tehát mondjuk így, hogy nem bontotta ki az igazság minden szegletét, benn is maradt a hatyi nevű a... ember. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy hogy én ugyanúgy nem fogadom el feltétlenül a, a, bírósági ítéletet, vagy akár a vádiratot, hogy na, az a valóságot tükrözi, de és ez esetben mondhatom azt is, hogy honnan tudjuk igazából, hogy Portig mit akart. De, de hogy hát, egy üzenet volt. De hogy... ha egyébként most itt szóba kerültek itt többször az összeesküvés elméletek, én ugye egy időben elég intenzíven kutattam is az összeesküvés elméleteket, és nagyon érdekes, hogy van egy esemény, ami nagyon konteódús, mezőt hoz létre, egy másik meg olyan nagyon konteó gyér marad. Most mondok egy példát, ugye a köztévé, az em Magyar Televízió 2006 őszi ostromával kapcsolatban ez az összeesküvés elmélet rendszeresen megjelenik nyilván a jobboldali vagy a kormánypárti táborban, hogy a Gyurcsány Ferenc szándékosan csinálta az egészet, és ő te nem, nem hogy hagyta, vagy nem hogy rájátszott, hanem ő tervezte, és ő találta ki, és ő csinálta az egészet. Tehát ez az önmerénylet teóriája vagy összes külsete. Érdekes módon a 98-as, Fidesz székház elleni robbantással kapcsolatban. Ez az önmerényletes összeesküvés elmélet, hogy ez egy önmerénylet, és ez a Fidesznek volt jó, tehát a Fidesz volt, ami egyébként ugyanannyira nem igaz, mint a gyurcsány esetében az összeesküvés elmélet. De valamiért ott fel sem merült ez a történet. Tehát ez is egy nagyon érdekes Az, az, az hogy... de hogy nem. Nagyon, sőt, olyan, olyan összeesküvés is vannak, hogy Pintér Sándor. Sőt, Portik Tamás maga utalta az egyik tárgyalásra, hogy az Aranykéz utcában is Pintér Sándor volt a felbújtó, és egyébként igen, van egy ilyen mert hogy a Fidesz magá, Pintér, az, az, az csinált ezt, majd érdekes módon megszűnnek el, a romantások. azért ebben, mert ugye a kis székházánál is robbantottak, az csak nem akarta volna nem csak a Fidesz, hogy nem, 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 Tordján már kis csináljon. Nem a kis hanem Józsefnek a házánál. Meg a Szájer József házánál, a János irodájánál. Most tényt mondok, van olyan vallamás, nyilván beszéltem is az illetővel, aki a kis gazdákhoz a bombát. Tudjuk ki ember, ő elmondta, mint végrehajtó, hogy, hogy hogy volt ez. És csak azt mondom, hogy, vagy arra akarok kiukadni, hogy ez is a portik kör, és körhöz köthető, és és nyilván bele lehet itt menni abba, hogy mi volt ennek az oka, meg, meg minden. Hát csak igen, ez, ez, ez csak... adja az egynagyobb kérdője lett, tehát, hogyha a Portik Tamásnak 96-ban az volt az érdeke, hogy a kézigránátos sorozata megbuktassa Pintér Sándort, akkor miért akart volna 98-ban Pintér Sándorból újra belügyminisztert Elmondom, csinálni? Tehát nyilván, az... nyilván, tudhatta, hogy ha az MSP sds kormány gyengítik a robbantásokkal, akkor nem, a Fidesz fog visszajönni, és a Fidesz Azt tudta, hogy a Fidesz vagy FKG, tehát azt tudhatta, de azt nem. Tehát egyrészt a kézigránátos robbantások 96-ban történtek, a céljuk az zavarkeltésen túl nyilván az volt, hogy a rendőrséget jobb, minél jobban leterheljék. Tehát volt egy kézigránátos robbantás, oda ment a rendőrség helyszínelt, erőforrásokat foglalt le, plusz nyilván benne volt a sajtóban, hogy megint robbantott, vagy dobta kézigen át erre a bárra, arra az étterembe, arra a, pizze, 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 hogy a még a szomszédok című nagyon népszerű. Még abban is abban, abban. annak az egyik részében is szerepelt ennek, egy ilyen kézigen lett, lett egy olyan következménye, hogy a közhangulat már nagyon rossz volt, tehát már nagyon. El... akkor még nem beszélünk egyébként, még nem kezdődtek el az igazi gyilkosságok, de már, már mindenki ezt mondja, hogy össze-vissza vagy, vagy, dobálják a gránátokat. Hát rengeteg publicisztika is készült erről, hogy íródott. És Hongyula utasítja Kuncét, vagy az a lényeg, hogy megbukik az egész rendőri vezetés, tehát nem csak Pintér Sándor, úgy mindenki. Nyilván tapsikol a szervezetbűnözés, nem csak portik, hát mindenki. Hát megbukott a rendőri vezetés, jön egy új, újra elő kell venni ügyeket, ismeritek, hogy hogy van ez, hogy, hogy mi, beáll az új, új rendszer. És Pintér Sándor kikerül a képből, meg egyébként nem csak Pintér Sándor, megint ő helyezik a fókuszba, Pintér úgymond köre is, és szépen a magánbiztonsági piacon el, el, elterül, úgymond, és elkezdett művelődni. Külön fejezet. És uh, amikor uh, uh, már szorul a hurok az energolos portikféle kör körül, az a központi bűnöldözési igazgatóság felállítása miatt is van, Boros Tamásra ha térek vissza, aki a KB-nek egy fontos informátora, és felvetődik az, hogy hát egy kormányváltás esetén esetleg a KB is majd megy a levesbe, Megszűnik, ahogy általában mindig így működött, hogy felálltunk egy szervezetet, jön egy kormányváltás, és hát megszüntetjük azt a szervezetet, átnevezzük, stb. Portikék a Fidesz, KDMP, vagy most ilyen Fidesz független KDNP. kis gazdapárt, igen, győzelmét, ugye általában a jobb hogy győzelmét nyilván azért akarhatták, és erre van logikus magyarázat, mert mert akkor ö, megint lesz egy egy váltás, ö, röpülnek olyan emberek, akik rálátnak az ügyekre, ö, gyengít, gyengíti ezáltal a, a, az államhatalmat. Lehet egy olyan magyarázat, vannak ilyen magyarázatok is, hogy ö, esetleg már a politika felé akartak terjeszkedni, és nem kért a politika belőlük, tehát mondjuk az a szocialista kör, most így mondom, üzleti kör, ö, és úgy voltak tehát velük nem tudtak valami alakutkotni, de ez mondom, ez feltételezés, tehát nem is itt de akarok előadása, a. A még tegyük azt mondani, hogy hozzá, hogy hogy a, a, az egészen az első fordulóig. És a, nem a, lehetett nem, nem tudni. Adtak, nem adtak Igen. sok esélyt a kormányváltást a 98-ban Magyarországra, ez nem volt egy reális forgatókönyv, tehát de de a ami, De ami, ami, még ennél, egyébként, bocsánat, ami még ennél is fontosabb, hogy Pintér Sándor visszajövetelét nem tudhatták Portikék. Nyilván, 98 de, májusáig de, Áder, áder János, filoz, volt a... a, a, a és pont Áder János irodájába... Azok, után, azok után, hogy kiderült, hogy Jó. Pintér Sándor visszajött. De nem is erre akarok kívánni, csak azt mondom, hogy azért itt született vallomás utólag, itt ö, valaki elmondta, hogy ez hogy történt, itt valaki elmondta, ö, hogy mi volt a motiváció, tehát lehet itt még tovább összeesküvéseket gyártani, de ez viszonylag tiszta. Azon pedig mindenki gondolkodjon el, hogy egy professzionális politikai párt, amelyik hát többé-kevésbé azért felével a karrierjük, hiszen fiatalok, tehát s van stratégiájuk, az mondjuk, nyilván hogy ezt nem gondoljátok, vagy csak az összeesküvés kapcsán, hogy, hogy igen, akkor megbíznak, mondjuk szövetkeznek az alvilágot, hogy figyelj, robbantsál már, itt, és mert nagy, az nagy, növeli 1-2 százalékkal az esélyünket. Egyébként az is, hogy ugye pont a 9, amiről András most beszél, a 95-ös, 96-os, 97-es robbantások, meg ilyen alvilággal való összefonódásnak a feltételezés. Ugye a Katona Béla titkosszolgálati miniszter volt az első, aki ezt elmondta, hogy lehetséges, hogy az alvilág és a politika... Nem, között... az alvilág képítette már a politika felé a híd főállásait. Híd, híd főállásait az nagyon érdekes, hogy akkor két olyan szereplő is van, aki ennek a hullámverésnek, vagy hogy robbantgatnak, és akkor váltsuk le, vagy valami oknál fogva leváltások történnek, mind a rendőrség, mind a titkosszolgálatban. Szakmai szereplőből későbbi karrierjét tekintve, ugye politikussá, vagy kvázi politikai szereplővé válik. Az egyik, akiről hogy itt sokat beszéltünk, az ugye Pintér Sándor. A másik is egy érdekes történet, a Földi László, aki ugye a Nyírfa Fedő nevű nyomozás kapcsán, akkor ő a, azt hiszem, az információs hivatal, tehát a hírszerzésnek a műveleti igazgatója, és akkor őt ennek a Nyírfa ügynek a kapcsán, leváltják, vagy megválni kényszerül a pozíciójától, és utána ugye hát Defend Kft. és hadd ne soroljam, tehát hogy a, kvázi a semmit nem fog tudni a biztonsági a, a, piacra került ő is, mint igen. a Pintér, és lett belőle egyébként mostanra egy ilyen biztonságpolitikai, vagy kvázi politikai szereplő, ezt így még... Fideszes influencer, a Defend Kf influencer. Kft. pedig Csintalan Sándorral való közös cégük volt, amely ö, átvilágításokban utazott a a, a, meg, meg pénznyom, e, e, mi ez ilyen verésben. De én egy nagy, egyébként pénz, nem ilyen biztonsági én, Nem tudom képzelni, András, minden további nélkül, hogy amikor voltak ezek a robbantások, és eredetileg az Áder lett volna a belügyminiszter jelölt, akkor nyilván ők se tudták, hát egy fiatal párt voltak, akinek semmiféle tapasztalata nem volt, soha nem volt a kormányon a Fidesz lehet, hogy valaki mondta nekik, hogy hát figyeljetek, itt van ez a nyugdíjas rendőrtábornok, tapasztalt, ért, ismeri a bűnözőknek a logikáját, hát akkor legyen, legyen ő. Ne, ne vicceljetek Tehát... ez a Fidesz addigra már, amikor, amikor menesztették Pintér Sándor 96-ban, addigra már 6 éve parlamenti párt volt, ott ültek a bizottságokban, ismertek mindenkit, ez ne, 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 nem, lehet. Ne, ne, nem lehet. Hát csak zárjuk, nem volt. az a kérdésem, hogy zárjuk le a 90-es éveket. Egyetlen egy kérdésem van, egy nagyon rövid kérdés, ami még ezt az időszakot érinti, annak is a későbbi szakaszát a porti kiellemére való rávilágítás, hogy miközben csibészségről, szélhámosságról beszélünk, bajtársiasságról, sorban tűnnek el munkatársai és közeli ismerősei. Ez, ez, mire enged következtetni porti kérdőművel kapcsolatban, vagy akár a rendszerrel kapcsolatban? Ha már a szlovákok szóba kerültek, ott is így utólag visszanéz az ember, csak áll és azt nézi, hogy ezek emberek miben reménykedtek, hogy hozzájuk egyszer nem jut el. Tehát ugye ez a kard által vész ki kardot ragad. Gyakorlatilag nem maradt olyan ember, akit nem robbantottak fel, robbantottak fel, vagy lőtek le, vagy találtak ki, hogy saját maga ássa meg a sírja. Szóval, hogy ö, ö, Portik Tamás munkatársainak, közeli ismerőseinek eltűnése mennyire tipikus, mennyire Portik jelleméből fakad, mennyire bizonyított, hogy ő a, a, ezeknek a... Én, én, arra figyeltem, és a könyvben is figyelek, hogy mondom, ö, ö, nem bemutatom, nem bemutatom le. a történéseket, valóban tűntek el emberek, ö, a rendőrség dolga lesz ez bizonyítani. Itt visszakanyarodnék arra, hogy ö, ha olyan könnyű lenne portikon fogást találni, akkor, ö, akkor valószínűleg már ö, megtették volna ö, és ezekben az ügyekben is ö, megoldások ö, születtek volna. Ö, azt, azt, azért lehet látni a politik életútján, úgyhogy inkább ez, ami, ami uh, kimutatható, hogy, hogy, felkarolták emberek, itt két, két ilyen fontos ember volt, aki felkarolt, egy volt boxoló, még a 80-as évek második felében, aki aztán úgy végezte, hogy uh, rálőttek, uh, nem halt meg, de ki kellett vonulni az éjszakából, É, abban az időszakban, amikor ez történt, akkor már Portiknak egy másik mentora volt, Droblics Gábor, az Energónak a vezetője, akivel aztán szintén összekülönbözött Portik később. Az látszik, hogy az emberei lemorzsolódtak idővel, és nem csak úgy, hogy meghaltak, hanem, hanem elhagyták őt. A legvégén pedig ugye a fürge becenevű embere barátja vallott ellene, és tett teljes külű, beismerő vallomást. Tehát sorra hagyták el a, a, szövetségesei, vagy a partnerei, és persze voltak, akik, akik, volt, akik felrobbant, de túléltek. Itt nyilván az egy nagy kérdés, és ez szerintem ez egy ilyen értelemben egy helyén való kérdés, hogy vajon, ugye amikor arról beszélünk, hogy na is minden portig követett, de nyilván azt vizsgálni, hogy vajon az energóban a társai, ők mennyit tudtak, mennyire voltak benne döntéshozói helyzetben az első, a 90-es években elkövetett gyilkosságok megrendelésénél, tehát magyarul mondjuk hárman döntöttek arról, hogy akkor XY-t likvidálják, vagy semmit. Ugye megint csak azt tudom mondani, hogy vannak bírósági ítéletek erről, vagy, vagy tehát nem akarok itt sem megint olyanokról beszélni, ami, vagy olyannal vádolni bárkit is, amit nem tudok bizonyítani. Szerintem ez a rendőrség előtt sem teljesen tiszta. Az viszont jól látszik, hogy Portik egy idő után önállósodott, tehát a, amikor az energolosok börtönben voltak, attól az időszaktól fogva gyakorlatilag ő vette át az ügyek intézését, és nagyon sok mindenért aztán hibáztatták, mikor ezek az emberek kijöttek a börtönből felelősségre mondták, egyebek mellett a pénz miatt is, hogy hova tűntek pénzek, tehát, és, és, ez úgy általában igaz volt erre a társágra, hogy összevesztek a pénzeken is a, a végén a 2000-es években. É, ami ugye szintén, bocsánat, hogy felhozom, az oroszok, ugye felmerült, a paprászló Tamás említette, hogy hogy kehetett mindent az oroszokra, és aztán hogy, hogy nem bosszulták meg az oroszok, tehát hogy nem így zajlott ilyen egyszerűen ez a történet. Tehát amikor a 90-es években elkezdődtek a azok a gyilkosságok, amikről a, akár a sajtó, akár a rendőrség, akár az alvilág. Ugye nem tudta, hogy mi lehet a háttérben. Beszéltek belföldi alvilági háborúról, beszéltek, hogy orosz bűnözők, próbálnak magyarokat likvidálni. Ez több teória volt. De tény az, hogy az orosz vonalat körülbelül 2000-es, 2000-es évektől kezdték elnyomni. Hogy, hogy itt az oroszok állhattak -e ezek mögött. Akkor már egyébként nem volt itt az orosz, azok az orosz hajkú akik veszélyt jelentettek volna, vagy ugye börtönben voltak már. De ennél is lényegesebb, hogy a Portik keveredett velük konfliktusba még a szökése előtti időszakban, sőt az energolos táb is keveredett, de itt ne keverjük össze a Szeva bácsit és a más orosz hajkú bűnözőket. Igaz ugyan, hogy a Szevának nagyon komoly tekintélye volt, de azért ez nem úgy működött feltétlenül, hogy mindent átlátott, vagy, vagy nem úgy működött csak azért, mert a KGB-vel összefüggésbe hozzák a szevát, akkor a szeva e, rögtön odaszólt, és akkor a KGB-nek, és akkor azok mindent tudtak. Nem beszélve arról, hogy az áldozatok, például Muskovics Gyula, akiről szintén azt terjedte, hogy ugye az oroszok védték, ugye őt is megölték 95-ben, és e, és ö, ö, utána az oroszok próbálkoztak, hogy megtudják, hogy kiállhat a, a gyilkosságát, de nem jutottak sokra, de nem volt olyan fontos Moszkvic hát egy magyar srác, hát ha, egy 20 ha, ha itt az eltűnéseket, vagy az, hogy eltűnnek portik körül emberek, vagy portiknak dolgozó emberek eltűnnek, az egyik legnagyobb vagy feltállatlan a rejtély az ugye a csatilla. ugye, ahol ő sző szerint eltűnt, tehát hogy nem tudják, hogy hol van. Na most itt például viszont egy érdekes kérdés arra, hogy mi a valóság, ki mit mond, és mi a hamis, mi az igaz. Ugye azt az András meg is írta a könyvében, hogy állítólag a ezt a Radics Attila -féle eltűnést, vagy ezt a bűncselekményt a Drobilics Gábor hozta volna összefüggésbe a portik körével, tehát hogy ő tett volna valami közvetve, vagy valamilyen úton, módon egy, 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 bejelentést egy kapott a bejelentést, a de most itt jön egy érdekes csavar, vagy itt jön egy érdekes tény, hogy a Drobilics például csinált ilyet már korábban, és ezt is ugye a, az András megírta, hogy volt -e egy Báder nevű Kuwaiti olajkereskedő, aki valamilyen módon is zavarta az Enel gorköreit és akkor például a Droblyich azt jelentette be róla, hogy terrorista. És akkor letartóztatták a fickót, vagy elkezdték vizsgálni, és arra az időre nyilván őt kivonták az üzletből. Na most erről tudjuk viszont a Ella Bader nevű emberről, hogy ez, ő nem volt terrorista. Tehát, hogy csak azt mondom, hogy adott esetben egy ilyen tanulnak a szavát, azt háromszor, négyszer meg kell nézni, hogy ő mit mond, mert magának ennek az alvilági szubkultúrának része volt, hogy különböző ilyen, amit a, maga az András mond, hogy az oroszokra fogjuk, valakire fogjuk, valakiről azt mondjuk, hogy terrorista, vagy megharag valakire, és akkor már azt mondjuk, hogy ő volt. Jó, ettől függetlenül még tűntek el emberek. Tűntek emberek. A környezetében is valószínűleg ennek egy része nem volt az ellenére, hogy eltűnjenek ott és akkor. Inkább, bocsánat, még az az érdekes, hogy valaki eltűnik, ugye hosszú évekre bujkál, konspirál, nagyon komolyan konspirál, egy olyan ügyben gazdasági bűncselekményel gyanúsítják, vagy amiatt keresik, ami 2003 tavaszán el is évül. Szóval azért érdekes elgondolkozni azon, hogy vajon miért volt olyan fontos ennyire eltűnni Tamásnak akkor. De nekem meg hogy... pont ez a fura egyébként, hogy ebben tök igazad van. Hát ezt én is olvastam ezeket a sztorikat, hogy váltogatta a lakásait, váltogatta mindenféle, nem is aludt sokáig. Egy, egy, helyen, olyan, ügy, egy nem, olyan ügyben, ami, ami 2003-ban a, nem, már még mert a nem, mert nem biztos. És utána végig ez a megmaradt egy olyan embernek, aki hát igen, az állítása szerint semmit de. nem csinált. Ő most ne, nem ezt akartam, csak, csak, de ami, ami csak ami itt felfejtetlen. Történet. Ez, ez odáig egyértelmű, szóval ne, okay, De, de csak ez, ez ebből... egy, ez, ez, egy felfejtetlen történet például, hogy ő állítólag az letartóztatása előtt kapott egy fülest, hogy hát valószínűleg őt el fogják fogni, és ennek dacára nem menekült el. És egyébként itt utalok vissza De várjál, ez nem lehet, hogy azért van, és akkor mindjárt tömörítsünk egy kicsikét. Szerintem az András szavaiból ez kivehető, hogy nem feltétlenül a rendőrség elől bujkál ő. Tehát, hogy van, 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 van olyan erő még a városban, az országban, amelyek a, a, az ő sorsára, életére veszélyesebb, mint a magyar bűnüldöző szervek, és adott esetben az, hogy mondjuk hagyja magát letartóztatni, vagy nem menekül tovább, ennek is lehet 2012-ben valóban kapott egy fülest, hát fülest, tehát valaki mondta, hogy majd ez lesz. Hozzáteszem, azért nem ment, tudomásom szerint el, vagy azért nem félt ettől, mert úgy gondolta, hogy úgysem úgy sincs a rendőrség kezében semmi, csak a radnainak a vallomás, amit még 2004-ben tett, az a titkos, titkosított vallomás. Tehát nem számította arra, hogy mások beszéltek, nem számított egyéb bizonyítókra. Úgy gondolta, hogy ha be is viszik, akkor néhány hónap múlva kijön onnan. Volt egy beszélgetés. A 2015-ös átlátszó internet. Nagyjából a ugyanezt mondtam. Újraolvasva, ott is látszik, hogy a portik azért még ott is egy eléggé magabiztosan Azért, az mert a két ez, sok ilyet hogy... láttunk, mert bocsánat, a ez, hogy igen, igen. valakit, és magabiztos. Csak azt mondom, hogy tömörítsünk egy kicsikét, igen, akkor azért, mert, mint ahogy ezt többször szóba hoztuk, már vagy előkerült, a 2000-es évekre megváltoznak a viszonyok, sőt a 90-es évek végére, ahogy te is említetted, ez az időszak az, amikor Portik elkezdi felvenni az összes létező beszélgetést, ügyel arra, hogy legyen egy csomó olyan ütőkártyája, ami mondjuk egy állammal való viaskodásban számára kedvező. Viszont, amire szeretném elfújtatni, hogy ennek az időszaknak a végén, 2000-es években, azért mégis sor kerül egy olyan találkozóra, aminek aztán politikai relevanciája is lesz, jó nagy botrány is lesz utólag belőle. Mi lehet ez? Ugye ez Laborcsándorral eh, eh, lebonyolított eh, találkozó. Egyébként Mi történik az, itt? az az érdekes egyébként, hogy tehát hogy, hogy a, a, a András ennél akár nálam többet is tudhat erről, de az egy nagyon érdekes történet, hogy ekkor, hogyha érzük egy kontextusba a dolgot, ekkor Portik már ugye egy más világban is forgolódik, tehát ekkor filmekben úgymond ilyen forgatókönyvírókat segít, a filmes világban mozog, tehát próbálja magát idézőjelbe legalizálni, és egyébként ennek a része lehetett, akár az is, de van egy olyan vallomás is, azt hiszem ez pont egyébként a 2013-as egyik tárgyalásánál az Origón jelent meg, hogy a pintérhez is keresett kapcsolatot van ilyen vallomás. Tehát lehet, abban az időben lehet, hogy ő próbálja felvenni a kapcsolatot. Azt egyébként tudjuk, hogy őt ekkor már ezekben az években azért rendőrök nem gyanúsítottként, nem vádlottként, de meghallgatják. Tehát a különböző megoldatlan ügyekkel foglalkozó rendőrök, őt, őt azért már beszélgetnek vele, tehát esetleg érzi, a portik, hogy alappal, alap nélkül joggal, jogtalanul, de valamilyen módon ő képbe került, látókörbe van, és nyilván ilyenkor az ember próbálja a kapcsolati tőkéjét, vagy valamilyen szinten mozgósítani. A hogy... laborcsárdor nem volt a kapcsolati tőké. Nem, csak úgy hogy próbál kapcsolati tőkét Borsi... szerezni, vagy építeni. Portik Tamás a bujkálása után ő nem nagyon tudott integrálódni abba a körbe, újra integrálódni, a, amelyikből jött. Tehát Gáborral ugye megromlott a kapcsolata, de a többi a kontikáros vonallal is. És nagyon sokan pontosan ismerve a, a múltat, tartottak tőle, és ö, féltek is tőle. Ö, emellett számítania kellett arra, hogy a Drobilicsék, akikkel ugye konfliktusa volt ők, ö, veszélyt jelenthetnek rá, és nyilván építgetni próbálta a különféle kapcsolatait. Labort Sándorral, bár ő azt állítja, hogy ez egy pintérféle csapda, de teljesen fura magyarázat, amit ő mond, de az biztos, hogy próbálkozott mindenfelé ugye kapcsolatokat építeni, és igen, a titkos szolgálattal is emiatt, hogy a beszélgetésekből kiderül ilyen puhatózó, puhatózó beszélgetés, a titkosszolgálatra meg bocsánat jellemző volt, hogy, vagy jellemző, hogy hát ennyire, ugye amikor mondom, hogy keveset foglalkoznak szervezetbűnözéssel, hogy, hogy ilyen óvatlanul leültek vele, úgyhogy Portik rögzítette is azt a beszélgetést, nem csak ugye a titkosszolgálat. És a, a titkosszolgálat pedig nyilván arra volt kíváncsi, hogy vajon Portik elvezete a rendőrségi korrupcióhoz, mert azt tudták, hogy, hogy, erről is beszélt, de egyébként pont nem azokról a rendőrökről beszél, akik, akikről később kiderül, hogy hát bizony együttműködtek az alvilággal, hanem vagy dolgoztak az alvilágnak, ez hanem... A Wizo ez a vizovicki. Ez beszélek. Tehát, hogy, hogy nyilván itt is manipulálni akar a portik, én szerintem ezzel a találkozóval védelmet akar, aztán ennek szerintem nem lesz kifutása, és itt van megint az, hogy a jobb oldal persze fel tudja használni, na a lám-lám baloldali. Tehát ugyanúgy eh, tudnék ezen a sztorit mondani, amikor meg a jobb oldal eh, felé lehet ugyanezt elsütni. Teljesen természetes sportéknak ez a mozgása. Tehát egy szervezetbűnöző, aki eh, eh, igenis tart attól úgy legbelül, hogy, hogy még a múlt eh, bűnei azok előjöhetnek, hiszen megváltoztak a viszonyok, hiszen ki tudja, hogy egykori társak mikor fordulnak majd ellene, mondjuk úgy, hogy a rendőrséggel együttműködnek, tehát van benne egy ilyen tartás. Megmarad ez a konspiratív jelleg, és, és jelleg az életének, ugyanakkor megpróbál kifehéredni, úgymond, és igen, fél attól, hogy visszajön egy olyan ö, rezsim, ahol esetleg szintén lesz egy olyan váltás, akár rendvédelmi szerveken belül, ami számára kedvezőtlenül ö, fog elsülni. De hát akkor ő is azt ez érezte, is... hogy ha Pintér Sándor visszajön, igen, akkor török de... fel ez a történet. Vagy ő legalábbis úgy érezte, az nem? Érezhette, így, de azt tudni kell, hogy nem, nem csak Pintér Sándor pörgette ezt fel, hanem már 2010 előtt is azért folyamatosan, ugye hallgatták is kiportikot. 2008-ban elkapták rohácsot. Tehát azért Folyamatosan benne volt az, hogy itt, itt, itt valami és történhet. Hamád, hát, hamád. Ö, hát azért itt, ö, ö, tehát itt megint úgy, úgy, úgy beszélünk erről, és bocsánat, hogy megint tényleg így. A, tehát itt nem arról van szó, hogy most konkrétan Pintértől félt, itt nyilván attól is félt, hogy, hogy megváltozott ez a struktúra, amiben mozgott. Ez veszélyt jelent neki. Itt, itt ne felejtsük el, itt azért finanszírozni kellett olyan embereket is sokáig, akik tudtak dolgokról. Hát itt azért rohácshoz is jártak ki, meg, meg amikor 2008-ban elfogták, akkor ügyvédet küldtek érte. Tehát nekik nem ért véget van. a 90-es évek 2008-ban. Már... Tehát csak, az, bocsánat, csak azt akarom mondani, hogy ez azért viszonylag jól kivehető. És itt megint az állam érdekes, hogy persze az állam megpróbálkozik, az állam alatt a titkosszolgáltat értem, és igen, végig tudnék menni rengeteg szakmai hibán, amit akár ezen a találkozón elkövettek, de akár elkövettek a rendőrök a 90-es években, vagy a titkosszolgák. Tehát ezeket lehet. Van, van egyébként de... egy másik titkosszolgálati úgymond szál is, ami bennem először a András könyvét olvasva merült fel hogy hát a, a portik azért eléggé járatos volt így az Egyesült Államokban többször jártott, és volt egy ilyen érdekes ügy, hogy az ő gyerekeinek az anyját, amikor egyszer éppen azt hiszem, hogy terhesen be akart utazni az Egyesült Államokba, valamilyen bevándorlási vagy nem tudom milyen bűncselekménnyel, vagy szabálysértéssel vádolták, és hát ki akarták toloncolni, vagy le akarták tartóztatni, és akkor egyszer csak így minden átmenet nélkül elengedték, és azt mondták, hogy bocsánat, és semmi baj nincsen. És a Portik ezt úgy kommentálta utána, hogy hát sikerült elintézni, remélem nem volt nagy gond. És az az érdekes egyébként, hogy ezzel kapcsolatban, konkrétan a magyar nemzetben, ami hát Portikkal szemben pozitív elfogultsága nem vádolható, jelent meg egy ilyen információ, hogy a Portik az FBI-nak is dolgozhatott, vagy az FBI-nak lehetett valamilyen szintű informátora, és én ezt nem igazán akartam elhinni, vagy nem is gondoltam erre, hogy ez... Ez, e, bárjunk, ez, egy ez, ez csak egy mondattal zárjuk el, vagy egy szóval leginkább. E, ez azért, hogyha tényleg így van, ez azért annyira nem meglepő. Egyáltalán nem lehet, hogy kiábrándítok embereket, de a szervezetbűnözésben a, például az amerikai, amerikás magyarok, tehát akik hazatértek a 90-es években, nagyjából mindegyik az FBI-nak volt mondjuk a, a spiczlie, hát például, az működött, meg. például igen, például. E, de tudnék más magyart is, tehát ebben egyáltalán semmi meglepő nincsen, abban sem egyébként, hogy magyar bűnözőknek vannak rendőri kapcsolatai, olyan értelemben, hogy mondjuk informátorként vannak, sőt, a magyar alvilágra igazán az jellemző már a 2000-es évektől, de már a 90-es években is, hogy ugye sokszor, hát Um, Amikor folytattam ezt, egy, ilyen, ezt, ezt... egy ilyen háttérbeszélgetést egy emberrel, akinek pont erről az FBI szára akartam rákérdezni, ő mondta is, hogy hát az FBI az sokat adott volna azért, ha a Szemjom Mugiyevicsről, aki az elsődleges célpontja volt, valamilyen információval... Hát de nem csak az a Szemjom Mugiyevicsről, meg van. nem csak az fbi ről van itt szó nyilvánvalóan, hogyha megérkezik egy olyan bűnöző, akinek még politikai kapcsolata is vannak. Szeren. Hát az egy, ez egy ajándék egy, egy ország elhárításának, és... hogy mindent meg tudjon arról, amit... Én ebben ami... semmi rendkívül nem látok. Tehát, tehát, ez, egy bevett gyakorlat, mondom, tudnék még más ö, magyarokat is említeni, akikről egyébként úgy többé-kevésbé kis derült ilyen tárgyalások során, hogy, hogy, valamilyen módon segítették az FBI munkáját, ugyanúgy egyébként ö, lehetne beszélni. Szóval ez, 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 egy, megint egy, egy, külön tészta, és megint az is egy külön tészta, hogy valójában ezek a kapcsolatok mennyit értek. Azért ne felejtsük, hogy Portikról sokan azt mondták a 2000-es években, hogy MBH-s kapcsolatai vannak. Volt olyan állítás, az MBH könyvtárából hozott ki könyvet, most az MBH-nak nincsen könyvtár, de most ezt, tegyük, vagy ebben az időszakban is nem volt. De, de nem is ez az érdekes, hanem hogy a, ennek a cáfolata pont az, hogy a, a laborccal nem találkozott volna, hogyha belet volna ütve az MBH-ba, vagy bármilyen ö, formális kapcsolata lett volna, hiszen akkor lepriorálták volna, ott lett volna egy tartótiszt, és, vagy egy kapcsolatot, és azt mondja, hogy figyelj, találkozzál te vele. Tehát, ö, és közben a portik maga is ö, ö, terjesztette ezt, tehát azért itt ö, ezért mondom azt, hogy. hogy ö, hogy az, hogy valakivel történik valami, valami egészen másokból kifolyó, de ő úgy állítja be, hogy hát ez amiatt van, mert a kapcsolat nem ilyen jó, vagy arra tesz utalást. a vetítés, az folyamatos. A vetítés, a az folyamatos. Az egy nagyon fontos védelmi funkció a magyar, nem csak a magyar alvilágban, minden de. alvilágban, hogy hivatkozzam kapcsolatokra. Egy nagyon fontos dolog, hogyha az, al, az alvilág tagja vagyok, és tudják rólam, hogy azért a felvilág felé is vannak kapcsolataim, akkor én elő tudom adni, hogy figyeljetek, én most jövök a Csanyi bácsitól, vagy a Géza bácsitól. Ö és ezt az a világ nem tudja leellenőrizni, ezt az információt. Mert ha azt mondom, hogy most jövök a ragyástól, azt le tudják, mert esetleg felhívják a ragyást, hogy te ismered a ragyást, igen, akkor felhívom, leellenőrzöm. Itt nagyon sokszor hivatkoztak emberek, vagy éppen mutogattak fényképeket, látod, itt vagyok a belügyminiszterrel lefotózva. Magyar Robi nyilván félrerakta a képet, a fekete vezető, amikor Orbán Viktor a box nevűen fotózkodott. Tehát, tehát, hogy összességében ez van egy ilyen jelenség, olyan is egyébként, hogy informátorként van a rendőrség kötelékében az azt jelenti, hogy ő segíti a rendőrség munkáját, de tény az, hogy meg tudja nehezíteni mondjuk a rivális, riválisának az életét, hiszen a rendőröknek azt mondja, hogy figyeljetek, én szívesen adok nek nektek info infót erről meg arról, és így az üzlet felét mondjuk, vagy a ellenlábasát el tudja lehetetleníteni. Ez a világon egyébként mindenhol így van, tehát, hogy erre játszanak. A rendőr pedig ó, egyszerű, van egy téglám, hozza az ügyeket, milyen jó, hogy a közben, tehát nekem vannak meg, megoldható ügyeim, hát az, hogy ő, ő, még működik, meg minden, az végül is jó az igazságszolgáltatás szempontjából, hogy a rendvédelem szempontjából gondolhatja ezt a rendőr, és ugye a téglát hagyja, vagy legalábbis segíti. Tehát ilyenek is vannak. Azért ne felejtsük el, Emri Hárdról is a Dózsa György úti gázolás, vagy autóbalesetnek a részevéről is kiderült, hogy hogy Gyurma Fedő néven a MVS Nemzetvédelmi Szolgálatnak jelentett. Ezek, tehát nem, ezek nem rendkívüli dolgok, és pont azért akarom hangsúlyozni, hogy, hogy ezek természetes dolgok, de az, az viszont tényleg volt jellemző, hogy ezekről vetített is. Még egy dolog például azt oda nagyon sokszor, hogy a tehát ő maga mondta például, hogy a, a, a Vizovicki indiszkóbirodalmában érdekeltsége van. Kicsit úgy, mint az övé lenne. Ez nem volt igaz egyszerűen. Ő az összes pénzt, ami volt befektetés, vagy maradt pénz, azt a internetes vállalkozásba ö, tette át. Ö, de érdekében volt ilyeneket mondani, tehát a vetítés, az, hogy, hogy lefotózkodom és mögöttem van 5 méterrel egy politikus, most itt a Rogán Antalra gondolok, aki, akivel fotózkodott, nekik ez elemi érdekük volt, hogy ilyen dolgokat gyűjtsenek, állítsanak elő, és, és ugye beszélünk sokat a hangfelvételekről, én, én azért hallottam, források mondták, nekem hallottam a hangfelvételeket, tudom, hogy milyen viszonyban volt bizonyos emberekkel, ez azért a hangfelvételekből lejön. Én erősen ezek olyan állításokat ezek alapján, ami ami így elterjedt mondjuk róla, hogy ilyen-olyan. Hogy ez mennyire politikak... bizonyos? ez is egy jó kérdésem, hogy ugye ez több száz vagy több ezer órányi felvétel, hogy azok az emberek, akikről a felvétel készült, azok már a kivétel nélkül értesítve lettek erről, vagy ők tudnak róla, hogy a portik... Tehát De, van, van, egy ilyen tájékoztatás? Nem hiszem, hogy, nem. hogy Tehát feltétlenül nem. erről tudnak. Ugye itt, itt az a lényeg, hogy ilyen, amennyire én ismerem itt az eljárásokat, nyilván aminek nincs bűnügyi relevanciája, mert arról beszélgetnek, hogy... Tehát nem értesítik mit elvet reggel, az akkor akikről a portik, hogy Nem, nem a tudom, uram, én szerintem, én nem, szerintem nem, szerintem nem, és nem, és nem is, nem, nem is, tárolják semmi, ezt, ezeket visszaadják értelemszerűen, aminek nincs relevancia, ezt vissza kell adni egy egyébként a hatóságoknak. Tehát ezek már nem az volt, hogy lenyelték. Meg a portiknak kell visszaadni? Hát vagy azok, akik szer... nem, aki, akinél lefoglalták. Annak vissza kell adni, és vissza is adták Ő maradéktalanul. Tehát itt nem az van, hogy, hogy akkor, akkor így szemezgetünk. Szóval azért, azért, hogy mondjam, tehát én ezért szeretek nagyon mindig a, a tényeknél maradni, mert az, hogy Portik Tamás mondjuk állít valamit, hogy beszélt valakivel, itt konkrétan a Csipak Péter, már nevezzük meg, Csipak Péter vállalkozóval beszélt, ezt egy interjúban így feldobja, kicsit azt sugalva, hogy ő nagyon sok mindent tud, és ő benne is volt ebben, és, 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 és sokat tud, Érdemes. Én például megkérdeztem volna, hogy ha lett volna rá lehetőségem, mert szóba akar velem állni, de nem akart, hogy pontosan mit mondott, mit beszélt Csipak Péter, -e, mi van az angolban. És ellenőrizni az, az, az lehetett volna az az, az átlátszó interjúban, amit a uh -huh. rádió Antóniak kollégám készített. Mi meg is kérdeztük erről a Csipakot is. Tehát, uh -huh. hogy ott a Csipak, ő, ő azt hiszem, hogy nem érdemben nem reagált arra, Péter, hogy miért? ismerte a Csipak Péter a 5. kerületi uh -huh. közterületeknek a szinte uh -huh. 90-es években volt. Ilyen mindenható elrendezője, és később is az ötödik kerületi önkormányzattal nagyon-nagyon jó kapcsolatokat ápolt, illetve még másokkal is. De ez is messzire vezetett. Ez lezett, is messzire mert mert Csak nem azt nem akartam ezzel mondani, hogy, hogy még visszatérve az előzőre is, hogy, hogy tök logikus és tök érthető, akkor így mondom, Partik szempontjából, hogy megpróbált csápokat növeszteni erről szólt ö, gyakorlatilag az élete, hogy mindenki ez ö, odaférkőzzön, bizalmi viszonyba kerüljön, felvételeket készítsen. Erről szólt egyébként részben a gyárfással folytatott beszélgetése is, ö, nyilván azon túl, hogy most ugye egy más ügyben bizonyíték, de hogy, hogy neki, neki ez lételem volt, ez volt a munkája tulajdonképpen, vagy, vagy őnek... Hát szó szerint mondta, hogy ez volt a munkája, mert utalta arra, hogy úgymond megbízásból beszélgetett a gyártással, e, hogy úgymond... Én nem erre gondoltam, mert mag, vagy, magát bízta meg do, ezzel, igen. de, val de valóban egyéni vállalkozóként. Egyéni, egy, 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 Csak azt akartam ezzel mondani, hogy ezeken azért ne lepődjünk meg, és igen, van folyamatosan hídverés, vagy próbálkozás a politika és a szervezetbűnözés között. A 90-es években is volt, tehát, tehát Ilyet. Tehát ez, ez természetesen az, amit kiítod a csapot, és folyik belőle a Mint vijet. az egy Frank Sinatra és ö, 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 Kennedy elnöknek is. Igen, tehát ne, 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 ne csodálkozunk rá, Úristen, vannak korrupt rendőrök, Úristen, vannak korrupt, ö, meg Úristen, a bűnözők találkoznak legális gazdasági szereplőkkel, vagy próbálkoznak bizalmi viszonyt kialakítani. Záró kérdés. Mi lehet most még a célja Portik Tamásnak? Mit akarhat elérni? Hát nyilván azt ö, szeretné elérni első körben, hogy mondjuk ne ítéljék életfogytiglanra ö, mondjuk a fenyőügyben, tehát ne kapjon életfogytiglant, ö, azt hiszem, hogy fontos cél lehet. Ö, azon túl én nem tudom, nyilván ö, én csak erre tudok gondolni, hogy a jelenleg folyamatban lévő eljárásokból jól jöjjön ki. Hát én, aki közülünk itt talán utoljára beszélt, illetve beszélt Portik Tamással, én rajta azt láttam, hogy Továbbra is, hogy mondjam, megvan benne az a fajta lendület. Tehát volt, volt olyan beszélgetésem, hogy volt, aki nem értette, hogy miért nem tesz már beismerővallomást, vagy miben bízik. De én, én is azt láttam rajta most a, 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 az interjú, amikor elkészítettem, hogy tovább, ő továbbra is az ártatlanságát bizonyítja. Ezért volt egyébként vicces az indok, amire hivatkozva az interjú közlését megtiltották, hogy a bűnöző életmód népszerűsítése. Na most egy olyan emberrel folytatott beszélgetés, aki az ártatlanságát bizonyít, bizonygatja, és azt mondja, hogy én nem követtem el ezeket a dolgokat, az hogyan lehet a bűnöző életmód népszerűsítése, azt én nem tudom. Az meg egy másik kérdés, hogy azt nem tudom, hogy az interjúhoz, amit a beszélgetéshez a Portik Tamás még mit írt hozzá a félbeszakított beszélgetés után, mert azt én sem kaptam meg a büntetés végrehajtástól. De hát a röviden a, a, a kérdése, szóval szerintem ő valami, valamiben még bízik, vagy valamit bizonyítani akar, de nem tudom, hogy mi az, vagy nem tudom, hogy mi lesz ebből. Akkor ezzel a kérdőjelen fejezzük be. Köszönöm szépen Dezső Andrásnak és Paplászló Tamásnak, hogy beszélgethettünk Portik Tamásról, ez itt az átlátszó podcastja volt.